A pálos rendnek a magyar történelemben a szerepüket már megvizsgáltuk, tehát ez volt az előzmény. Az előadás címe a Pirisi hármas barlang és a pálos rend bölcsessége. A mai alkalommal egy kicsit, hogy úgy mondjam, lebegtetettebb tényanyaggal fogunk dolgozni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem annyira a történelmi hagyományokról lesz szó, hanem a pálos rendnek a szellemi hagyományáról, a pálos rendnek a beavatási hagyományáról. Ez rendkívül érdekes terület, és tudnunk kell azt, hogy nagyon sok árulkodó nyom maradt fönt. Tehát ha valaki ismeri a pálos rend történetét, akkor tudja, hogy az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendünkről van szó, és itt a magyar alapítás, ez itt ezerszeres erősséggel jelenik meg, mert ők nem egyszerűen azért kerültek évszázadok folyamán reflektorfénybe, mert tényleg hazai talajról sarjadt ez a szerzetes rend, hanem azért, mert már az indulásuknál nagyon sok törekvés és célkitűzés megfogalmazódott. Tehát ez azt jelenti, hogy ők nem azért alakultak, nem azért létesült ez a rend, hogy legyen egy szerzetes renddel több a kereszténységben, hanem volt egy külön és általuk többször erőteljesen megfogalmazott, hangsúlyozott vállalás is, és ez pedig Magyarország megmentése. Tehát ha valaki ismeri a pálos rend népszerű történelmét, tehát ha valaki mondjuk olvasott a pálos rendről kiadványokat, könyveket, hát azért jelentek meg könyvek, ott mindig, hogyha rájuk bízzák a rend történetének ismertetését, akkor külön hangsúlyozzák azt, hogy az ő életük a magyarság életével teljes mértékben összefonódott. Ez mondjuk a korai időkben úgy jelenik meg, hogy egy Pongrácz nevezetű pálos testvér, tehát ez a legkorábbi időszak, a pálos rend színrelépése utáni időkben vagyunk, akkor már megfogalmazzák, mint egy küldetés tudatként, megfogalmazzák jövendőmondásként, és ez az igazán érdekes, azt a gyönyörű mondatot, ami úgy hangzik, most megpróbálom szó szerint idézni, hogy és te, édes hazám Magyarország. Gondolom ez azért elég ismerős lehet, mint egy Balassi Bálint vers is majd indul. Tehát, hogy mit jelent az, hogy édes hazám, te jó Magyarország? Tehát majdnem szó szerint, de több száz évvel korábban szinte így megszólítja az országot, Magyarországot ez a pálos testvér, és azt mondja, hogy és te, édes hazán Magyarország, a pálosokkal növekedel, és egyszer majd a hanyatlásukkal fogsz hanyatlani. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországon a pálos rend, de a magyar főnemesség, a magyar főpapság és a mindenkori magyar király pontosan ismerte a nemzetnek az útját, jövendőjét és sorsát. Na mit lehet még elmondani a pálosokról? Mert ezt a részét elmúlt alkalommal elég részletesen taglaltuk. Tehát mit jelent az, amikor a pálos rend a magyar történelemben egy hatalmas segítő erőként jelenik meg? Na most magáról a szerzetes rendről, a mai szerzetes rendről. Tudni kell azt, hogy ez a rend, ez most már hosszú évszázadok óta sajnos, mivel a rendnek a státusza lebegtetett volt, ez sajnos most már nem magyar központtal és irányítással rendelkezik. Tehát a magyar pálosoknak a főnöksége, hogy így mondjam, az Lengyelországban van. És lehet, hogy szép dolog és jó dolog a lengyel-magyar barátság, de itt sajnos nem működik. Tehát tudni kell azt, itt minden oldalról elmondják a pálosok, hogy például egy boldog Özséb szentté avatását azért nem lehetett
kieszközölni, mert a lengyel pálosok tiltakoztak. Ezen azért érdemes elgondolkozni. Nyilvánvaló módon nem önszántukból tiltakoztak. Tehát itt azért mindig működik egy súgó gépezet, akik nagyon jól és pontosan tudnak súgni. És hát kiderült, ezt Árva Vince, aki a pálos rendnek az irányítója volt a üldöztetés évtizedeiben, ő számtalan alkalommal elmondta, hogy bizony az egyik leggyakoribb ok, amikor Rómába lesöprik Boldog Özséb szentíjavatásának kérelmét, hogy magyar. És itt nem arról van szó, hogy az ember ellenségképet keres, de ha én megkérdezem, hogy egy árpádházi Szent Margitot mikor avattak szenté? 1943-ban, hogy világos legyen. Na most nem akarom tényleg húzni, halogatni ezekkel a történelmi részekkel a felsorolást és a sérelmeknek a számbavételét, de tudni kell azt, hogy a magyar pálosok azok szeretnének megújulni. Tehát szeretnék azt, hogy ismét régi fényükbe ragyogjon a rend. És hát tudni kell azt, hogy volt itt egy Pázmány Péter nevezetű főpap és kiváló tudós Magyarországon, aki már gyakorlatilag sajnos jezsuita emlőkön nevelkedett, és ő a pálos rendet be is akarta tiltani. Tehát a saját idejében. De ez a Pázmány Péter mondta a következőket. Ha valaki kíváncsi arra, hogy Magyarországnak a dolgai hogyan vannak, hogy Magyarország a világban milyen helyzetet foglal el, hogy Magyarországon az élet hogyan alakul és hogyan változik, akkor menjen be egy pálos kolostorba. Ha a pálos kolostort virágjában látja, akkor Magyarország dicsőség felé hajló úton emelkedik. Ha a pálos kolostorban szegénység van, akkor bizony ez azt jelenti, hogy az országnak is rosszul áll a szénája. Pázmány Péter írta. Tehát ebből azt hiszem már lehet érzékelni, hogy itt sokkal, de sokkal többről van szó, hogy az ember szólamukat ismételgessen, hogy hát magyar alapítású szerzetesen. Itt egy hatalmas nagy titokról van szó. Akkora titokról van szó, hogy gyakorlatilag ennek a titoknak a mibenléte mind a mai napig sajnos homályban van. Na most a mai pálosok, hát volt egy pálos atya, és elmondta nekem, hogy 9 éve azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne ezt a rendet megújítani. 9 éve, és nem tudja, hogy hogyan. Tehát megvan a jó akarat, megvan a jó szándék. És olyan időket élünk, hogy gyakorlatilag a pálosok, és ez becsületükre válik, meghallgatnak mindenkit, aki a pálosokról valamit tud. Szinte segélykérően könyörögnek a társadalomhoz, hogy ha valaki tud valamit a pálos rend múltjáról, akkor mondja el, beszélje el. Tehát egy hatalmas nagy nyitottság tapasztalható náluk. De van egy nagyon nagy baj. A pálos rendnek a szellemisége, hogy úgy mondjam, a pálos hagyomány, az hihetetlenül magasra emelt mércét jelent. Tehát ők úgy nem tudnak megújulni, ahogy mondjuk egy domonkos, rendi, szerzetes társaság domonkos reguláját előveszik, és akkor megpróbálják valahogy az életet élni. Nem tudnak ők úgysem megújulni, ahogy mondjuk a ferencesek megújultak 1989 után. Tehát gyakorlatilag a pálosok tehetetlenül küszködnek ebben a világban. És azért küszködnek tehetetlenül, mert ahogy mondtam, az ő hagyományuk nem egyszerűen keresztény hagyomány, bármilyen furcsa, nem egyszerűen fele baráti, szeretetre épülő férfi remete közösség, hanem elsősorban beavatási rend.
És itt vannak a nagy hiányosságok. Hogy mit jelent az, hogy a pálos rend egy keresztény alapokon nyugvó ős-magyar beavatási rend, hát nyilvánvaló erről lesz szó majd a következőkben. De tudni kell azt, hogy Gyöngyösi Gergely, aki a pálos rendnek az irányító fő generálisa volt 1522-ben, ő írta meg a pálos rend történetét, gyönyörű épületes munkáról van szó. Egyébként azt sajnos meg kell mondanom, hogy másolatba maradt fent a munkája. A másoló pedig nagyon ügyelt arra, hogy bizonyos dolgokat kifelejtsen. Ezt a szövegkörnyezetből az irodalmi vizsgálatok, szövegvizsgálatok napnál is világosabbá tették. Tehát, hogy lépten nyomon érezni azt, hogy megszakad egy történetnek az elmesélése, és egészen más évszámmal folytatódik tovább. De még így is, nagyon sok minden benne maradt az ő munkájába. Többek között ő az, aki felsorol néhány pálos kolostort. Megemlíti a Pilis-Szentkereszti pálos kolostort, amíg a turul nemzetség, hogy úgy mondjam, Magyarország sorsát irányította, addig a pálosok központja Pilis-Szentkereszten volt. Amikor a turul nemzetség kihal, akkor a Pilis belsejéből a főkolostor a perifériára, Pilis peremére kerül, Budaszentlőrincre. Érdemes ezeken a tényeken elgondolkozni. Tehát valami megszűnik az Árpád-ház kihalásával. Olyan jóvá tehetetlen hiányosság támad, amit mi egészen egyszerűen el nem tudunk képzelni. Amikor például egy Bonfini leírja azt, hogy második Géza halála után hatalmas űr támad, és hiába jön az ő fia, harmadik István, ezt az űrt nem tudja betölteni. Na most képzeljük el, hogy mekkora űr támad, amikor a turul nemzetség hal ki. Ez hatalmas űr. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Pilis belsejében lévő ős központok, ős szentélyek nem működtethetők tovább. És nem azért nem működtethetők tovább, mert itt titkolóznak az emberek, hanem azért, mert nincsenek már alkalmas szellemi erővel megáldott emberek. Tehát ne gondoljunk arra, hogy valamiféle titokzatosságról van szó, nem erről van szó. Arról van szó, hogy a Pilis szentélyeiben olyan hatalmas energiával működő erő szentély központok voltak, amihez meg kellett, hogy úgy mondjam, válogatni az odaillő papságot. És a főszertartásokat mindig az árpádházi királyok hajtották végre. És nagyon sok szentélyt, nagyon sok templomot be kellett zárni. Hát ha én megkérdezem azt, hogy Csák Máté az Árpád-ház kihalása után mit csinál Visegrád várába? Hogyan lehetséges az, hogy Károly Róbert már meg van koronázva, de nem teheti be a lábát a pilisi királyi központba, de még Visegrádra se? Hát tudjuk, hogy hol van ekkor Csák Máté, Károly Róbert alsó Magyarországon tartózkodik. Nem engedik be az ország színébe, ország közepébe. És kiderül, hogy Csák Máté azokat a templomokat, azokat a szentélyeket, azokat a vallásos helyeket, amelyeket csak a turul nemzetség egyeneságú királyai tudtak működtetni, ezeket gyakorlatilag eltünteti. Tehát ahogy mondani szokták, a nyomokat el kell tüntetni. De ez nem rombolás. Ez egészen egyszerűen azt jelenti, hogy nincs már alkalmas személy. Hát gyakorlatilag a dobogókői hatalmas, gigantikus, nem is lehet az emberiség művelődés történetébe egyetlen egy épületrendszerhez se hasonlítani, mert olyan hatalmas, olyan a szerkezete. Alapos történelmi vizsgálatok kiderítették, azért lehetett elpusztítani
úgy, hogy alig lehet már a nyomaira ráismerni, hogy bizony az első nagy szakadás 1301-ben harmadik András halála után következik be. Károly Róbert oda már nem tud bemenni. Luxemburgi Zsigmondot már csak pusztít. Tehát itt félelmetes tények sorakoznak föl, és talán itt lehet kitapintani azt, hogy a királyok és a királyi központ hátterében működő pálosrend milyen szellemiséggel rendelkezik. Ez nem aszketikus rend. Nem arról van szó, hogy hát nálunk még nem alakul szerzetes rend, hát gyorsan csináljunk mi is egyet, amíg nem késő. Na itt utalnék vissza Gyöngyösi Gergelyre. Leírja a következőket. Amikor a Mária Nosztrai Nagy Lajos királyunk által alapított pálos kolostorról beszél, elmondja azt, hogy Nosztrát egyszer Hunyadi János jó barátja Kapisztrán Szent János fölkeresi. És Kapisztrán Szent János, hát ha az ember még látott egy ilyen típusú Nyugat-Európából érkező hithű keresztény, akkor ő tényleg ilyen volt. Tehát tudni kell róla azt, hogy haldokol Hunyadi János, haldokol, gyönyörűen haldokol. Egy templom belsejébe hatalmas nagy gyertyákkal veteti magát körbe. És azt mondja, hogy mire a gyertyák leégnek, én is meg fogok halni. Na most hol van ilyen, hogy úgy mondjam, ez még a temetkezési szertartást megelőző halott virrasztási szertartás. Kapisztrán Szent János megrökönyödik. Megrökönyödik. Látja, hogy szimat. Ez nem a római katolikus liturgia. És akkor elkezdi ott a haldokló Hunyadi János noszogatni. És Hunyadi János válaszol neki. Még van ideje és ereje. Kedves testvérem, engem te ne oktassál ki a kereszténységről. Mert én Jézus Krisztusért a saját véremet gyermekkorom óta egyfolytába ontom. Na most ez a különbség a magyar kereszténység között és a nyugat-európai kereszténység között. Ők mindig kioktatnak bennünket. Kapisztrán Szent János a legkiválóbb példa. Ez egy haldokló emberrel hitvitába bocsátkozni, ez már valami olyan belső berendezkedés kell gyomortájékon, ami eszméletlen, komolyan mondom. Na és Gyöngyösi Gergely leír, hogy Kapisztrán Szent János elkerül Nosztrára, hát járja az országot. Mária Nosztra a régi Buda, tehát a régi Buda az valahol a Dunakanyar térségében volt, Esztergom és Dömös között. Ezt most már azt kell mondanunk, hogy metszetek, határbejáró oklevelek, török hadimunkák alapján ki kell mondani. Már nem lehet mellé beszélni. De Szulejmán szultán engedelmet kérek, csak jobban tudja, hogy hol volt Buda, mint egy mai oknyomozó történész. Mikor ő ment be Budára. És azért tudni kell Szulejmán szultánról 1526-ba, hogy amikor bevonul, hát először a Budára vezető út végig jön a Duna vonalán fölfele, mert tudja, hogy Duna partján vannak a fő központok. Jön szépen föl, és Buda előtt van egy vár. Ennek a várnak Visegrád a neve. Ostrom alá veszi Visegrád várát, de Mária Nosztráról a Duna alatt átvezető alagúton és Piliszent Lászlóról úttalan utakon 500 pálos szerzetes gyűlik össze. És a körülbelül 500 000 fő, tehát segély haderőkkel, itt hadtárról van szó, kisegítő személyzettel a szultán serege több mint 500 000 főt számlál. Tudni kell, hogy ez nem volt haderő. Töröknek ez volt a kedvenc szórakozása, hogy összeterelt hatalmas ember tömegeket az elrettentés és ijesztés kedvéért. De aki harcedzett férfiú volt, az tudta, hogy csak egy jelentéktelen kis mag, egy 30-40 000 ember, akit valóban tud harcolni. Teljesen mindegy, mert minden kritikai megjegyzés ellenére ez a kor egyik legütőképesebb hadserege.
körbeveszik Visegrádot, és mi történik? 500 pálos szerzetes megvédi Visegrád várát, és a fellegvárban őrzött szent koronát. Na most kitanította a pálosokat a harci művészetekre. A várvédelem az nem olyan dolog ám, nehogy arra gondoljuk, mi sem egyszerűbb, ő lent van, fel akar jönni lelökön. Nem ilyen egyszerűen a dolog. Hát itt mind a két fél a hadi művészetekben való jártasságát be kell, hogy bizonyítsa. És kénytelen egy hatalmas kerülőt tenni Szulejmán, mert a visegrádi várhegy alatt nem tud elmenni, mert ott közvetlenül a Duna van. Tehát az egyik seregrésze hajóval megy tovább, a másik pedig az egész finisi rendszert megkerül. És így érkeznek Buda alá. Akkor hol volt Buda? Akkor hol keressük Budát? Szóval tényleg az ember néha úgy elképed, hogy mit meg lehet embereknek, hogy nem is azt mondom, hogy etetni, mert ez egy eléggé pejoratív kifejezés, de hogy mennyire, tehát az, hogy megutáltatják velünk a történelmet, mert úgy tanítják már gyerekkorban. Ez egy zseniális módszer. Zseniális módszer. Hát gyakorlatilag minden bajunk oka az, hogy sikerült saját történelmünket velünk, hogy úgy mondjam, ellöketni. Tehát, hogy mi magunk legyünk, akik azt mondjuk, hogy hát köszönöm, én nem kérek ebből. Hát itt van a legújabb divat, itt vannak a legújabb irányzatok, mit kell a múlttal foglalkozni. Na most, akik az országot folyamatosan el akarják pusztítani, azok tudják. És hogy az országot folyamatosan el akarják pusztítani, ez megint nem ellenségkeresés. Megmondom, hogy ki fogalmazza meg először. Ráadásul római pápának írja meg, IV. Béla magyar király. 1250-ben Ince pápának írja a következőket. Az országot úgy veszi körbe az ellenség, mint juhok akláta kerítés. Ezt azért írja meg, mert a tatárjárás kapcsán ő néhány gondolatát, észrevételét ő szentségével megosztja. Most figyeljünk fel, hogy a magyar főpapoknak milyen finom humorérzékük volt. Amikor a magyar főpapok jelentik, hogy a tatárok beözönlöttek, és hogy harcok vannak, akkor a levelet valahogy úgy zárják, de hát tudjuk, hogy ő szentsége finom fülei nem ilyen jelentésekhez szoktak hozzá. Nem tudom, hogy érezzük ebből a marógumot. Ő szentsége finom fülei. Nincs hozzászokva ahhoz. És tényleg nincsen, ugyanis őszentsége volt az, őszentségének elődei, akik Dzsingisz Kánt ünnepelve köszöntötték. És az akkori püspök megírja a római pápának, majd a római pápa tájékoztatja a keresztény királyságokat, hogy Ázsia belsejéből elindult az új, most érdemes megkapaszkodni, öveket bekötni, új Dávid király. Hogy világos legyen. Miért nézi Magyarország lerohanását Európa ölbetett kézzel? Hát ezért. És amikor elfognak tatár hadifoglyokat, tatárjárás emlékezetébe olvasható. Azért ez egy forgatott szöveggyűjtemény. György történet, szoknyomozó történet. Csak olyan időkbe tették közzé ezeket az adatokat, amikor valahogy ez nem volt olyan kiélezve, mint mostanság. És itt közlik egy esztergomi főpapnak a levelét, aki párizsi kollégáját tájékoztatja. Kiderül, hogy Párizsból egy érsek megkérdezi magyar kollégájától, hogy milyenek ezek a tatárok, milyen valláson vannak, hogyan néznek ki. És jön a levél, első kézből, tatár hadifoglyok útján sok minden kiderül. Olyan könyveket használnak, amelyek zsidó betűkkel vannak írva. Úgy néznek ki, mint a szadduceusok és a farizeusok. És meg lehet rökönyödni.
Tehát azért valamivel elnézést kérek, meg kell magyarázni azt, hogy 9. Lajos, francia király, 4. Ince, római pápa, a lyoni zsinat ez 1246 tájékán van, minden ígéreteit meghazudtolva, háttérve, a mongol nagykánnal titokban 4. Béla háta mögött miért kötnek paktumot? Hogy világos legyen. És 4. Béla ezt tudja, hát ő magyar király. És írja a levelet, hogy hát igen, csak szavakat kaptunk. Na most nem ezt akarom részletezni, tehát itt szerettem volna érzékeltetni azt, hogy bizony lehet érzékelni azt, hogy az ország harapófogóba van. Most nem arról van szó, hogy tényleg ellenségképet kell keresni, vagy kreálni, hogy gyűlölködni kell. Tehát már engedelmet kérek, a helyemet a világba meg kell határozni. És gyakorlatilag a magyar műveltség milyen emberség csoportokon, vagy milyen emberiség részeken segít, önzetlenül, évszázadokon keresztül, az ellenségei. Na ez az igazi kereszténység. Ezt nem lehet tanítani, ezt egy nép vagy belülről átérzés gyakorolja, mert azt kell mondani, hogy egy ilyen belső irányítottsággal rendelkezik, de kívülről ezt téríteni nem lehet. Nincs az az Isten. És hát jó példa, hogy tényleg nincsen. Meg kell nézni, hogy a kereszténység nevében milyen földrészeken írtották ki az emberiség nagy részét. Tehát ezzel szembesülni kell. Na most visszatérve gyorsan Kapisztrán Szent Jánosra egy ilyen alak járja. Tehát a nyugat-európai kereszténység prominens képviselője, ma így mondanám, bekerül pálos kolostorokba. De még mielőtt bekerül, egyet elmondanék, mert ez nagyon lényeges, és itt elvaratlanul maradt egy szál, hát ez a török szultán megkerüli, ezért akartam elmondani. Megkerüli a rendszert, ott van Buda alatt. Hát őszre hajlik az idő, hamarabb sötétedik. Buda falai alatt áll, ezt Cselebi török utazó írja le, tehát török ember írja le, hogy Szulejmán szultán, amikor meglátja Budavárát, akkor 7 teljes órán keresztül a falaknál áll, és nézi a budai várat, és az úgynevezett budai piros palotát. Mert ilyen épületet még soha életében nem látott. Majd azt mondja, hogy milyen nagy kár, hogy ezt a várat, ezt a palotát nem lehet a mi drága Isztambulunkba átvinni. Na most, hogy érzékeljük, hogy mit jelent mondjuk egy középkori Magyarország fénye és ragyogása, és ez azért lesz majd tanulságos, mert végül is majd pálos kolostorokat kell keresnünk, Pilis belsejébe, és nem fogjuk őket megtalálni. De hol van ez a budai palota? Hol van ez a hatalmas épület? Mi egyet elfelejtünk. A Habsburgok, miután kimennek a törökök, több évszázadokon keresztül, nem egy évszázad, nem egy évtized, 200 éven keresztül robbantanak a Pilisbe. Az utolsó robbantások az 1800-as évek végén történtek. Ez félelmetesen közel van nem. És végig zárt terület. Tehát oda csak útlevéllel lehetett bemenni. Habsburg uralkodók vadász területe. Teljesen le volt zárva a terület. Csak azért kell mondanom, mert a leírások például olyan kőkockákról, várfalakban lévő kőkockákról tesznek említést, amelyek egyetlen oldaléle 25 méter. Akik szétkorták, azok mondják el. Na most ilyet mondjuk az Andok térségébe lehet látni. Szóval, hogy szokjunk hozzá, hogy milyen nagyságrendben jelenik meg itt középkorban a magyar királyi központ, és innen indul ez a pálos rend. Innen indul. Tehát egész más a lépték. Egész más a lépték. Európában nincs ilyen léptékű szerzetes rend. És most érek rá Kapisztrán Szent Jánosra. Végig megy néhány pálos kolostoron, hogy milyen megbízatás ürügyén
ez Gyöngyösi Gergely nem közli. Most Gyöngyösi Gergely azért tudni kell róla, hogy ő generális perjel volt, prior volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a pálos rend teljhatalmú irányítója, kormányzója. Tehát nem arról van szó, hogy egy lelkes pálos baráttól valami beszámolók fönnmaradtak, hanem a leghiggadtabb, legtöbbet tudottabb ember, aki maga mondja el, hogy Kolostorokból a nagy veszélyre gondolva összegyűjti azokat az adatokat, amelyekről úgy gondolja, hogy az utókor okulására és tanulására lehet. Mert ekkor már tudja Magyarországon, ha nem is mindenki, de a magyar főnemesség, a magyar főpapság, tulajdonképpen a kisnemességtől kezdve mindenki tudja, hogy 1526-ban soha nem látott katasztrófa fog beköszönni. Erről itt már nagyon sokat beszéltünk. Amikor Szulejmán szultán bemegy a budai király kincsestárába, tehát ezt is Cselebi írja le, csak hogy a tudatosság mindig lebegjen a szemünk előtt. Hogy egy nagy vonalú, nagy lélekkel megáldott nemzet képes arra, hogy egy adott történelmi pillanatban minden hatalomról, vagyonról, dicsőségről lemondjon, és tudatosan önként alászálljon. Na most ez történik ebben az időben. Bemegy Szulejmán szultán a kincstárba, a budai kincstárba. Nem hordták el a kincseket. Leírják, hogy 7000 bőröndbe, hatalmas bőrből készült ládába 7000 el tudjuk képzelni. Csomagolja be Szulejmán szultán a kincseket, és a Dunán szállítja le, és a Fekete-tengeren keresztül pedig haza. Na most hol van az a kormány, mert itt azért van azért olyan, hogy dolgok nem érnek el. Hát miért nem tettük ezt szóvá? Jó, hát tudjuk, hogy miért. Ezt csak azért mondom, mert kb. Majd, ha az emberiség megéri majd a 2500-at, akkor lesz itt olyan népesség, amelyik 500 évvel ezelőtt bekövetkezett események miatt fogja az emberiségtől az adót beszedni. Mondom, tudjuk, hogy miről van szó. 7000 bőrönd. 7000 láda gyakorlatilag. És tételesen. Aranyból készült rónok drágakövekkel kirakva. Aranyból készült rónok. Aranyból készült asztalok, aranyból készült oltárok. Budai magyar király volt Európa leggazdagabb uralkodója. De nem ez a lényeg. Megy ki Szulejmán szultán, és egy festményen megakad a szeme. Egy magyar királyt ábrázol ez a festmény. Leveszi, és látja, hogy nem latinul, nem törökül, magyarul van odaírva valami. Odaadja egy tolmácsnak. Mi van odaírva? A magyar király az tényleg magyar király, és ő üzent. Ej, te ismeretlen idegen, aki utána ide beteszed a lábadat. Vigyázz, tűzhelyemet ne oltsd ki. Félelmetes. Vigyázz, tűzhelyemet ne oltsd ki. Pilisi királyi központ belsejébe vagyunk. Figyelmezteti, még azt is mondja, hogy annyi jó cselekedetet hajtsál végre, amennyit én. Mire inti a kollégát? Szóval itt azért van egy testamentum. És hát jön a név aláírás. Üzeni neked a század egyetlenje, Lajos király. Félelmetes. És megkéri Szulejmán szultán, hogy a holttestét keresse meg, és temettesse el. Most mit tudtak ezek? Tehát egyszerűen döbbenetes és félelmetes. És a háttérben ott van a pálos rend. Tehát ők vannak végig a háttérben, mint ennek a hatalmas lélegzetű
hogy így mondjam, üdvtörténeti útnak a legfőbb szellemi támogatói és erőadói. Na most visszatérve Kapisztrán Szent Jánosra, elmegy Nosztrára, elmegy más kolostorokba is, de Nosztrán, és Nosztráról azt kell tudni, ezért keveredtem bele ebbe a budai bonyodalomba, hogy a régi Budával szembe volt a túlsó oldalon. Tehát ha valaki járt már Nosztrán, ki járt? Azért teszem fel a kérdést, mert egy-két kereszt kérdést feltettem volna. Ez most nem jön be. Figyelj! Na most tudni kell azt, hogy a pálos rendről, hogy én életem egyik legmagasztosabb pillanata volt, amikor a pálosok magyarországi központja az Pécsett van. Pécsen. És meghívtak előadást tartani. Ez egy döbbenetes fegyvertény volt, és tényleg az ember elképet, hogy mi mindent nem tudnak. Egy civilnek kell dolgokat elmondani. De elfogadták. És hát asztali beszélgetés, nem mondok neveket, tisztes, idős, perjelúra, irányító és teljhatalmú kormányzó, és Nosztráról szó esett. És akkor kicsit feltettem a kérdést, hogy tudja-e azt, hogy a nosztrai pálosok közül gyakorlatilag a kolostor fölött lévő hegyen egyikük sem fordult meg még ebben az életben. Ott van fölöttük, a kolostor fölött egy hegy. Ennek a hegynek a teteje ilyen. Milyen alakú ez a hegy? Piramis alakú, szabályos piramis. Megyek be Nosztrára, és a falu fölött látok egy gigantikus piramis. Na most, ha felérkezünk, változik a kép, vannak gerincek, és az egyiken van egy gyönyörű szép kereszt. Ezt a nosztrai lakosság állította föl. Szent hegynek tartják a nosztrai emberek. Minden évben több ünnepen fölzarándokolnak. Tudják azt, hogy a pálosok alapítottak itt valamikor valami oltárféleséget. De azok a pálosok, akik most ott vannak, Mária-nosztrai kolostorban, erről semmit nem tudnak. Most ez a döbbenetes. Nem tudom, hogy érzékelünk-e egy problémát. Tehát ők becsületes, jó emberek. De ezt jelenti a lengyel irányítás és lengyel kiképzés. Ők nem magyar talajról, hogy úgy mondjam, megújulni. Vagyis vágyak vannak, de nem tudnak megújulni. Hogyan lehetséges az, hogy a faluban mindenki tudja, hogy ez a régi pálos központ? És a pálos atyák nem tudják a kolostorra. Ilyen egészen egyszerűen, hogy mondani szokták, nincsen. Na, elég éles hangnemet ütött meg itt támadta a beszélgetés, lehetett érezni, hogy nagyon szolid, szerény vacsora volt, tehát tényleg nem. De úgy nyikorogtak azok a villák és kések. Na most, Mária-Nosztrát Nagy Lajos király alapítja. Hát Nagy Lajos rengeteg pálos kolostort alapított, tehát ide jut el végre Kapisztrán Szent. Azért haladunk. Ja, még beavatási hagyományról még szó nem esett, de azért haladunk. Na, Kapisztrán Szent János ott jár. Tehát azt hiszem azért lehetett érzékeltetni azt, hogy ő honnan jön, hogyan vélekedik. És bemegy ebbe a kolostorba és templomba, és fölkiált. És ezt már becsülete tére legyen mondva, tudatja a világgal is. Ha valaki élő szenteket akar látni, menjen Nosztrára. Ez szinte egy szállóige. Mit mond Kapisztrán Szent János? Pedig ő aztán beutazta a fél Európát. Ferences barát. Ismeri a kolostorokat. Ha valaki élő szenteket akar látni, és ez a lényeg, nem egy szentet, nem egy híres csodatevő embert,
hanem az egész közösség, úgy, ahogy van, szentekből áll. Na ezért mondtam azt, hogy a mérce az hihetetlenül magas. És Gyöngyösi Gergely hozzáteszi, most figyeljük. Hát persze, mert a nosztrai kolostor még másról is nevezetes. Ott minden régi testvér romlatlan testtel várja a feltámadást. És felsorol még néhány kolostort. Mária Völgyi kolostor, Pilis Szentléleki, Szentkereszti Szentlászlói és Buda Szentlőrinci. Ezeknek a pálos kolostoroknak nincs temetőjük. Nem tudom, hogy érzékelünk-e, félelmetes. Nincs temető. Gondoljunk abba bele, hogy Buda Szentlőrincen akkora a templom, körülbelül 5-600 főre méretezték a templomot. Tehát minimum 5-600 pálos testvérnek abba a templomba, a hajóba el kell férnie. Most 1304-től 1526-ig úgy próbáljuk az emberi idő léptékével mérni, hogy ez hány embert jelent 2 évszázadon keresztül, és nincs temető. És itt mondom, nem arról van szó, hogy itt most kitalálunk dolgokat, szépíteni akarunk. Hát Gyöngyösi Gergely írja le. És nem úgy írja le, hogy veri a mellét, hogy mi szentek, hanem szerényen megállapítja, hogy bizony ezekben a kolostorokban gyakorlatilag aki ott a rend tagjába fölvétetett és meghalt, ez olyan életet élt, élő szentet. A szentség bizonyítója, próbálja a halál. Szövegelni lehet, mi van halálod után. És ott van a romlatlan, nem oszló, nem bomló, illatot árasztó holttest. Nem mumifikálódott holttestekről van szó. Ez is nagyon lényeges. Egyébként nem kell messzire mennünk. Magyar televízióban nemrégiben egy kis 20 perces film került bemutatásra, a dokumentumfilm, egy pápai templomról, pápán, hogy mi van az altemplomban. Ki látta? Na, akkor van egy szemtanú legalább. Ez nem pálos kolostor, nem pálos templom. Püspök úr piros ruhába romlatlan holttesttel. Gyerekek romlatlan holttesttel. A pap pedig beszél. Hát ez a mi érdekességünk, érdekes ez a hely, ezt örököltük, ugye biztos a klímaberendezés lehet olyan, hogy hát ugye itt nem bomlanak ezek a holttestek. Most tudni kell azt, hogy már oszlásnak indultak, mert ide az oroszok is betették a lábukat. Tehát síralmas képek, hát lehetett látni, koporsó fedél nyitva és egy karló ki, például. Tehát ezeket a holttesteket megszentségtelenítették, és még mindig épek. És az az érdekes, hogy ez nem mumifikálódás. Tehát ebben ez a legfélelmetesebb tétel. Tehát nem arról van szó, hogy olyan a levegő összetétele, hogy gyakorlatilag az ember testét időtlen időkig az a klíma meg tudja őrizni és nem tudja tartani. Nem is arról van szó, most már a pálos kolostorokra visszatérek, hogy balzsamozták a holttesteket. Nincs az a balzsamozó ipar gyakorlatilag, amely ekkora tempóval folyamatosan tudna ezekben a kolostorokban szolgáltatást folyamatosan nyújtani. És itt derül ki, hogy tényleg hatalmas nagy titkok vannak, mert hogyan lehetséges az, hogy van egy magyar alapítású szerzetesrend, és olyan liturgiájuk van. A kereszténységnek egy olyan ágazatát képviselik, amelyre a világon sehol nincsen példa, és gyakorlatilag a romlatlan holttest előállításának az útja szinte garantált. Hogyan lehetséges ez? Milyen hagyományt követtek a pálosok? Gondolom azt elhisszük, hogy attól, hogy én naponta 500 mi atyánkat mondok el, és 25 évig böjtölök,
ettől még a romlatlan holttest titkát nem fogom megtudni soha. És van egy magyar alapítású szerzete, ez nem Egyiptom. Nézzük meg az egyiptomi fáraókat. Ezeket balzsamozni kellett. Itt eljárások voltak, ki kellett szedni a belsőségeket. Ezek preparátumok gyakorlatilag. Nagyon jó technikai szinten, de a vágyálom fogalmazódik meg. Itt pedig nem erről van szó, és hol van ez az ókori Egyiptomhoz? Itt vagyunk a középkor belsejében. Sehol ilyen csoda a világon nincsen. Se a buddhizmus nem ismeri el, se a hinduizmus, iszlámról nem is beszélve. Egyéni teljesítményként előállítható. Vannak olyan szentek, mint a mai napig, de itt közösségről van szó. Miért ilyen fontos a pálos hagyományba, hogy a holttest az romlatlanul megmaradjon? Erre a kérdésre kellene válaszolni, nem csak nekünk, hanem a mai pálosoknak is. Na ez az a mérce. Tehát gyakorlatilag ők ugranának, szeretnének, hogy úgy mondjam, feljutni arra a szintre. De egyszerűen már az alapok olyan kőkemény tételként jelennek meg, hogyha egy kicsit belegondol, ténylegesen el tudom képzelni, hogy vagy elmegy a kedve az egésztől, vagy azt mondja, hogy nem hiszem. Hiába Gyöngyösi Gergely, hiába sorolják föl tételesen a kolostorokat, hát ezt nem számára is, bemutatott szertartása rendben, egy nem romló, nem bomló holttestet találunk. Az ember esze megáll. Ez tébai Szent Pál. Remete Szent Pál az első. Remete, aki, uram, bocsá, honnan kerül ide? Ez volt Vörös Vincének a legnagyobb bűne, hogy ezt kimondta. Soha nem tudták volna ki ezt az ifjú pécsi üstököst ki a nemzetközi régészet páholyából, ha nem mondta volna ki azt, hogy nekünk, magyaroknak bizony itt nagy keresővalónk van. Tébai királysírok környékén. Mert a magyar alapítású pálos rend egyik gyökere ott van. Erre sincsen magyarázat, hogy miért. És mi van még ott Tébában? A Nílus mellett. Pont egy ugyanolyan könyök, ugyanolyan kanyart vesz be a Nílus, mint nálunk a Duna a Esztergom és Visegrád közötti nagy kanyarban. Ott is kicsit kínos a dolog, mert lehet, hogy ez a tébai remete Szent Pál éppen Tutenkámon sírja fölött remetéskedett. Tehát figyeljünk fel valamire. Akárhol nyúlok be a pálosok eszme történetébe, mindig jön a darásfészek. Tehát ha a leghivatalosabb vonalat értelmezzük, és feltesszük, egy magyar szerzetes rend, miért Egyiptomból hoz magának példaképet? És csodák csodája, miért nem a ókori egyiptomi királyi központból, területéről jön az az eszményi erőt? És kiderül, hogy bizony ez egy olyan hatalmas eszmerendszer, ami tényleg üdvtörténelem, és gyakorlatilag az egész Föld ebbe az üdvtörténeti folyamatba be van kapcsolva, de van egy központja. Ez a központ pedig a Föld szívénél található. A Föld szíve pedig, ki kell mondani, főleg azok után ez megint csak a érdekesség tévénéző. Ma úgy látszik, mindig a magyar televízióból emelem a példákat, de hogy tényleg úgy döbbenjünk rá dolgokra. Amikor a buddhista vallás feje Magyarországon járt, az első köröket tette itt. Leszáll a Ferihegyi repülőtéren, és kérdezik tőle, hogy hova megy. Azért tudni kell azt, hogy ő nem egy egyszerű szerzetes. A Dalai Láma az olyan a buddhistáknak, mint a keresztényeknek a római pápa. Ezt meg kell becsülni. Ráadásul ez is egy szent leszármazás útján örökölt hivatal. Csak hát valamire rá kéne már itt a Kárpát-medencébe dönteni. Eljön ide, aki fiatal korát Tibetbe élte, aztán Svájcba a számüzetésbe. Volt még egy indiai
közbevető állomás helye is. És azt hitték, hogy hát megy a szállás helyére, de nem a szállás helyére ment. Azt mondta, megyek arra a helyre, ahol a Föld szívének csakra pontja található. Hova megy? Dobogókőre. Most ez a különbség egy dalai láma és közöttünk. Honnan tudja? Na most a pálos rend a pilisből indul, abból a központból indulnak el, minek ez a neve a középkori oklevelekben, hogy nevezik a pilisi királyi központot? Országunk szíve. Ez a neve. Országunk belseje. Ez a neve. Országunk közepe. Országunk köldöke. Bezzeg, ha Hamvas Béla felsorolja ezeket a helyeket. Hú, micsoda szellemiség, ugye? De az már művészet, hogy Magyarországon nem találja meg, pedig Szentendrénél. Ugye? Csak hát ő 45-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. Hát azért itt vannak féltörések. Tehát vegyük észre, hogy bennünket gyakorlatilag úgy vezetnek félre, hogy mi egyszerűen fel sem fogjuk, hogy itt milyen orcátlanság. Tehát gondoljunk bele, hogy azok a koponyák, akik úgy lép, hát ő maga mondja, hogy amit ő utál, az a svihágság. Több munkájába leírja. És hát nála nagyobbat nem lehet találni. Ott van a Pilisbe a Hamvashegy. Ott van a Bélahegy. Szóval valaki ennyire érzéketlen legyen, ez már tényleg azt kell mondani, hogy csak gratulálni lehet. És kiderül, hogy neki ez a műveltséghez semmi köze. De tényleg semmi köze nincsen. Ezt maga a felesége mondta, Kemény Katalin. Hát Béla egy verset írt életében, azt is németül. Hát azért jöjjünk már tisztába dolgokkal. Na most bizony itt, és most képzeljük el azt, hogy Nyugat-Európában nincsenek ilyen helyek. Tehát nincsen olyan királyság, ahol arról beszélnek, hogy országunk köldöke. Ezek ókorból fönt maradt meghatározások. Nagy birodalmak nevezik így országuk fővárosait. És nálunk ez Hunyadi Mátyásig így megy tovább. Akkor a királyság eszméje honnan származik? Nem Szent Istvántól. Erre, ahogy mondani szokták, bizony sok mindent ihatunk. Zrínyi Miklós ír egy gyönyörű szép tanulmányt Hunyadi Mátyásról. Gyönyörű, érdemes elolvasni. És következőt írja ebbe a tanulmányba. Magyarország, a magyar népnek, a szkítáknak, mert nála a magyar és a szkíta vagy szittya ugyanazt jelenti. Országot és koronát és királyságot kiszerzett. És kimondja, kapaszkodjunk meg. 1600-as évek dereka. Mit mond Zrínyi Miklós? Attila király. Attila király szerzett a magyarságnak országot, hazát, királyságot, és most a legkeményebb tétel, koronát. Koronát, hogy világos legyen. És még valamit mond Zrínyi Miklós. És milyen nagy kár, hogy mi Szent István királyunk szent gondolatával visszaélünk. Szó nincsen arról, hogy Attila király és Szent István ne abban a vonalba tartozni. De valamiről ekkor még a magyar főnemesség tud. Pontosan tudja a Szent Istváni térítés és megszorítás, és ténylegesen egy váltás kimutatható, a szertartás ennek az oka. De soha senki nem mondja, hogy ez a római katolikus vallás felvételét jelentette. Hát Verbőci törvénykönyve kimondja. Magyarok Szentlélek ihletéséből Szent István király által vették fel a nem római, nem görög, a katolikus vallást. Óriási különbség. Katolikus vallás azt jelenti, hogy egyetemes vallás, általános vallás. Ehhez képest egy római vagy egy bizánci perifériának számít.
Na de visszatérve, mert mindig-mindig el röpülünk itt a nagy érdekfeszítő, hogy úgy mondjam, lövöldözésbe, pálosok. Tehát most nagyon radikálisan vissza fogok térni, mert mondjuk azt, hogy ez volt a bevezető. Tehát mindig mondom, hogy prológus, tehát előhang, vagy előbeszéd. Most már tényleg megpróbálom. Folytatás következően a hangnal jó meleg van, elfőtörőleg egy nyissunk kicsit ablakot, hogy értitek? Nyissunk. Lehet ütni ablakot, szünetet viszont nem tartunk. Nem tartunk ablakot, nyitunk, jó, vigyázzatok ennek. Még nem tartunk szünetet. Maradjunk abban, mert még azért elég fiatal az idő szünethez. Tehát a pálosokra visszatérve. Hogy miért ilyen hatalmas nagy kérdés, hogy megmaradjon az emberi test romlatlanul, és azt is tudni kell, hogy itt a emberi élet után maradt holttest a pálos kolostorokban, ez tényleg, ahogy mondtam és figyelmeztettem erre, ez nem egy mumifikálódott holttest. Olyanok ezek a testek, mintha valaki mélyen aludna. Tehát ha én odahajolok hozzá és nagyot kiáltok, akkor van egy olyan érzésem, hogy Uram, bocsá, fel fog ébredni. Hát erre figyelmeztet Gyöngyösi Gergely. Így várják, és itt egy eléggé hétköznapi szóhasználattal él, a feltámadást, az Úr eljövetelét. Na de itt érdemes elgondolkozni, hogy miért kell így megvárni, ez nem feltámadás, gyakorlatilag felébred. Tehát a lelke elment, tehát azért van itt a teste, hogy ugyanabba jöjjön vissza. Ezért kell megőrizni, ezért kell megmaradnia ennek a holttestnek. Tehát nem arról van szó, hogy elhagytuk az életet, eltelnek az évszázadok, aztán majd valahogy a teremtő jó voltából, ha eljön az Úr elérkezésének ideje, akkor valahogy majd a testünkbe föltámadunk. Ismerjük ezeket a gyönyörű festményeket, főleg a reneszánsz idejéből maradt meg, hogy kelnek ki a csontvázak a sírból, és ahogy kelnek föl, már emberként állnak talpra. Itt nem csontvázból indul a fölkelés. Tehát nem arról van szó, hogy van egy kis csontocska, és ha az Úr akarja, azt újra hússal fogja fölöltöztetni. Ők várakoznak, és ilyen hegyek belsejébe várakoznak. Mert Nosztra fölött található ez a hatalmas nagy piramis alakú, épített piramis alakú hegy, hát nyilvánvaló módon a holttesteket, amiket a török soha nem talált meg, amit a Habsburg soha nem talált meg. Azokat valahova elmenekítették. Maga Gyöngyösi utódja, mert ő csak azt hiszem, ő már a Mohácsi vész után már nem ír. De tovább folytatják még, vagy 50 éven keresztül az ő munkáját, és az utána lévő leírja azt, hogy mekkora tragédia volt az, hogy a Buda-Szentlőrinci pálos kolostort a török elpusztította. Na most a török pontosan ismerte a magyar hagyományokat, mert nem Budát pusztította el 1526-ban, hanem a Buda-Szentlőrinci pálos kolostort. És már az első körben minden pálos kolostort lehetőleg rommá tesznek. És tényleg az ember úgy elképet, hogy egy felszerelt haderő miért templomokat rohan meg, és miért templomokat döntenek el romba. És itt derül ki, mert felzokog szabályszerűen a pálos atya, hogy a világ végéig, ha meg lenne minden anyagi feltétel, akkor sem lehetne ezt a kolostort a régi fényébe helyreállítani. Pedig az atyák minden oltári felszerelést és berendezést, és minden ilyen holttestet, többek között Remete Szent Pál holttestét is elrejtették. Most bármilyen különös, 1526 óta ezeket soha senki nem látta.
Tehát ezek ma is vannak valahol. Tényleg el vannak rejtve, ugyanúgy a Budaszent, vagy a nosztrai liturgikus kincsek, szertartási tárgyak is, és a holttestek is. És ezek már tényleg várakoznak valamire. Hát képzeljük el azt, hogy mi hegyeken kirándulgatunk. És hát azért ezt lehet hallani, akik a pilisi völgyekbe laknak, hát ezek főleg idegen ajtú lakosságot képviselnek, Habsburgok telepítették be őket, tehát ma is úgy váltják a tótot meg a magyart, hogy egy mondatba kétféle nyelven beszélnek. De ők maguk mondják, semmit nem tudnak gyakorlatilag ezekről a helyekről. Hát pont ez volt a idegen betelepítésnek a lényege. Hogy sokszor úgy érzik, hogy beszakad alattuk a föld. Mert úgy dönk. És a régiek mondták, hogy bizony sokszor szekerek tűntek el. Mert beszakadtak. És olyan mélyre zuhantak, hogy soha senki a mondjuk Pilis Szentkereszten akkor nem tudta őket kisegíteni. És hatalmas omladékok, beomlások keletkeztek. Tehát gyakorlatilag országunk belseje belül van mind a mai napig. A Pilis belseje, hogy így mondjam, ma is érintetlen. És itt térnék rá arra a kérdésre, hogy gyakorlatilag miért a Pilisből indul el a pálos rend. Tehát miért a Pilis a bölcsője a pálos rendnek? Miért éppen ez a terület, hogy úgy mondjam, az útnak indító erő, ami őket elindítja? Na most bármilyen különös, ennek a kérdésnek a megválaszolására nagyon messziről kell indulnunk. Egyáltalán egy magyar alapítású szerzetesrendet, legyen az Tébai Remete Szent Pál, legyen az a pogányok térítője, a Saulusból lett Paulus, tehát az apostol Szent Pál, miért Pálról nevezik el? És egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy Magyarország nemzeti uralkodója. Tehát itt van az a pont, ahol az ember mondjuk tisztel és becsül olyan koponyákat, mint egy Vadimillyós Ferenc, de egyszerűen elképed azon a porosz szellemiségen, és itt lehet érzékelni a határvonalat. Ha valaki nem tud bizonyos beidegződéseken túlemelkedni, akkor ő akármit is tesz, ő lesz a legnagyobb Saulus. Mert ő ugyanúgy gyűlölködik. A magyar lélekben ez a fajta gyűlölködés egyszerűen nincsen jelen. És a fő támadás irány Pál. Nem tudja elfogadni. Egy baj van, Pál ott van a Szent Koronán. Ezzel szembe kell nézni. Most azért, mert valaki csak politikai síkon tud megérteni dolgokat. De engedelmet kérek, az a teremtő magánügye, és éppen ez a kegyelemnek a csodája, hogy egy keresztény gyilkos, a góly lakosságot üldöző gonosztevőből, Saulból egy pált tud csinálni. Hát ez pont ez a kegyelemnek a legnagyobb csodája. De azt is lehet érzékelni, hogy a pálos rend Pál tartományát nem tudjuk kimeríteni. Tehát lehet érzékelni azt, hogy gond van. Gond van. Nem tudom megmagyarázni első Remete Szent Pálból a pálos rendet. Egyszerűen lehetetlenség. De leginkább Pálból, a damaszkuszi fordulós apostolból nem tudom ezt megmagyarázni. Miért? Mert Paulus neve mit jelent? Kicsit. Kicsit. Na most a pálos rend történetében egy embertől viszonyulnak. Én itt már jó szóval, hogy érzékelhető legyen, vannak problémák. Majd a következő életben majd igyekszem nagyobbra nőni. De amikor egy pálos kolostorba belekerül egy alacsony növésű ember, és legyen az akármilyen tehetséges. Középkor egyik legnagyobb pálos költője, Csanádi Adalbert. Legnagyobb tehetségű volt. Magyarul írt verseket, latinul írt verseket.
azt akarta, hogy a világ tudjon arról, hogy itt egy költő van, a világ, a keresztény világ, mert ekkor a pálos rendnek már vannak alapítványai. Akkor latinul ír. Ha azt akarja, hogy a magyarság tájékozódjon, akkor csak magyarul. Na most ez nem volt ám olyan messze. Hol vannak ezek a magyar nyelvű költemények? Gyakorlatilag Janus Pannoniusszal emlegetik őket szintén. Egy magyar nyelvű verse nem maradt meg. Pálos rend alapítója Boldog Özsér. Magyar nyelven írt teológiai munkákat. Hol vannak? Tehát gondos kezek nagyon tudnak ám szelektálni. Hogy ráérezzünk végre valamire. Amikor Magyarországra jön Gellért, akkor elmegy Bakony Bélbe remetéskedni, aztán a Csanádi püspökség élére nevezik ki, és mint egy igazi indoeurópai elme, ír, és munkájának címe Deliberáció. Ez több ezer oldal. Megmaradt. És Szent Istvánnak egy hiteles oklevele nem maradt meg. Na erre adjon nekem a kultúrtörténész magyarázatot. Tehát vegyük észre, hogy itt nagyon jó, hogy úgy mondjam, szimattal, antennával rendelkeznek bizonyos csoportok, hogy mit kell eltüntetni. Hogyan lehetséges ez? De szerencsénk van, hogy megmaradt egyébként, nem is fordítják le részleteket néha. Mert ebben Gellért a magyarországi vallásos állapotokról ír Szent István után. Ő Szent István alatt van, itt. És mit gondolunk, hogyan nevezi a magyar vallást? Az itteni kereszténység így írja. Őt leginkább a manikeista eretnekségre emlékezteti, de nem az, csak emlékezteti. Na ez az a szkítiai pogány kereszténység. Csak van egy gond. Ő Szent István után írja arról a kereszténységről, ami a királyi udvarba és a falusi házba jelen van. Magyarország vallásos állapotáról írja. Na, gyakorlatilag mi ezt a kereszténységet keressük. Na most a pálosok hihetetlen nagy irodalmi örökséget hagytak maguk után. Még egy érdekességet elmondok, ez bevezetős kettő című fejezet. Minden templomot pálosok építettek. A felszerelést ők készít, orgonákat, a legjobb orgona készítő Kárpát-medencébe pálosok voltak. És lehetne folytatni a sor. Egy baj van, nagyon sok pálos kolostor épül, 100 fölött van a számuk. Milyen emberek voltak ezek? Belegondolt ebbe valaki? Hogyan lehetséges az, hogy magyar alapítású szerzetesen, és nem kell észak-itáliai kőfaragókat behozni? De náluk jobban senki nem tudja ezt a műfajt. Ők építik föl a templomot, és nem akármilyen szinten. Ezek tényleg a világ építészeti csodái voltak. Na de visszatérve Csanádi Adalbertre, kicsi volt, alacsony termetű volt, és a pálos atyák ebből okító, tanító, nevelő szándékkal ugyan, de gondtűztek. Miért? Mert mindegyikük sugdár termetű volt, magas növésű és gyönyörű szép ember. Így válogatták meg a rendtagokat. Lehet ijedezni, lehet félni, de itt megjelenik egy tartomány. Ők a minden hátrány maguk mögött hagyó, egészséges, ép embert, Isten teremtményét akarták az utódkor számára megmenteni. Ezért közöttük nem volt alacsony termetű, más bajokról nem is, szemüveg se volt, semmi nem volt. És ha véletlenül, hát Csanádi Adalbert már a végén kapcsolódik be, Gyöngyösi Gergely védi meg, hogy milyen kár, hogy erről az emberről, aki lehet, hogy a termete kicsi, de a tudása hatalmas.
Most azért kell ezt részletezni, hogy érzékeljük. Maguk a pálosok figyelmeztetik az utókort. Ez a pál egész biztos, hogy nem az a pál. Mert Saulusból lett Paulus, azért kapja a kicsi nevet, mert tényleg kicsi. Apostolok között a legkisebb. A termete is kicsi volt. Tébai remete Szent Pál, ahogy mondtam, hát nem nagyon lehet. Szóval azért senki ne gondolja komolyan, hogy egy magyar királyi alapítású szerzetesre, igaz, hogy fontos Tébai remete Szent Pál, hihetetlenül fontos. De ennek oka van, hogy miért. Ez egy külön ok, ezt az előző alkalommal részleteztük. Magyar alapítású szerzetesre Pilisből indul. És azt hiszem, különösebben nyelvi lelemény nem kell, hogy valamit észrevegyünk. A pálos és a pilis, ezek hangtanilag, gyakorlatilag megegyeznek. Tehát, ha egy pálos rend a pilisből születik, akkor itt a pilis a kulcs. De akkor is ott van a pál. Nem lehet vele, és nem bál alakban van ott, B-nek a P a váltó párja. Tehát ha kicsit rosszul ejt ki az ember egy P betűs szót, akkor már is B-be csúszik át. Ezt a nemzetközi nyelvészet, hogy így mondjam, így tárgyalja. P, B ezek gyakorlatilag a legkönnyebben csúsznak, váltódnak át egymásba. De nem lehet azt mondani, hogy Bál. Pedig van Béla nevezetű királyunk. És ráadásul pont negyedik Béla az, aki indítja a pálos rendet. De nem bálos rendet indít, hanem pálos. Tehát itt nem lehet játszani a B és a P átmenetével, legalább egy pillanatig. Magyarázatot kell adni. Most a magyarázat az kegyetlen tétel. Az nagyon kegyetlen tétel. Nagyon messzire kell visszamennünk a szkíta nép eredet történetéig. Azt már többször elmondtam, és itt engedni nem lehet. Ha egy magyar kisnemes a múlt századba szittya elődökről beszél, akkor ő pontosan tudja, hogy kik az ősei. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy hát nyugati térítő szerzetesek hozták a batyuba. Az a kiskondás, aki soha nem ment be a városba, annak semmiféle szerzetes a batyúval nem vitte oda saját népének eredett történetét. És itt tényleg a király is szittyának nevezi, vagy szkítának nevezi magát, Verbőci törvénykönyve egy Ú. László nevezetű királynak íródik. Ez volt a magyar nemesség bibliája, testamentuma, 1526 és 1848 között. Jogi egyetemeken még mind a mai napig tanítják, hogy jogi egyetemen tanítják, hogy Verbőcinek köszönheti a magyar állami berendezés azt, hogy itt a római jogrend soha nem tudott meghonosodni. És a Habsburgok gyakorlatilag az országot ezért nem tudták bekebelezni. Most így becsüljük meg Verbőci törvénykönyvét. Végig szkítákról beszél. Tehát a magyarok szkíták. Ráadásul Magyarország első királya, akit nem csak Zrínyi Miklós nevez Magyarország első királyának, hanem mondjuk egy Képes krónika, hanem mondjuk egy Kézai Simon mester. Minden magyar krónika. Ebből megint nem lehet engedni Attila király. Na most, amikor Priscosz rétor Attila udvarába jár, ezt el szokták mondani, hogy Priscosz felfigyel arra, és ő maga is így használja, hogy Attilát nem hunnak nevezik, hanem szkítának. Király szkíta. Tehát Attila a szkíta. Na most, ezen a nyomvonalon haladva, a szkíta nép eredeténél találunk egy Nimródot, vagy találunk egy Magógot. Igen ám, de amikor ennek a nimródi magógi kettős ősnek, mert ez ugyanaz a minőség, csak két arca
Tehát nem arról van szó, hogy az egyik krónika jobban tudja, vagy valahol hamisítanak. Hát aki nem veszi észre, hogy tulajdonképpen itt egy kicsit azért színesebb a történelem az ő fejénél, azzal gondok vannak. Tehát tudjuk, hogy micsoda viták vannak, hogy mert nekünk Nimród, és akkor behozzák ezt a magunkot. Egy baj van. Árpáddal, Álmossal a magyar nép érkezik be, a magerő népe. Itt Magóg lesz az ős, a magoknak az atya, aki Nimród. Tehát Nimród ugyanannak az ős minőségnek apai arculata, gondoljunk a népmeséinkre, ahol a népmese hőse az óriás, és ez mindig az égbolton jelenik meg, ez az Orionnak a magyar elnevezése, óriás. Ez a Nimród csillagkép. Vagy a kaszás csillagkép. Az öv csillaga, így pedig a három magyar király személyesítik meg. Ezt a mesék hőse, visszatérő fordula, mindig apám uramnak nevezi. Pedig van apja a mesébe. Amikor az óriással találkozik, akkor mindig azt mondja, hogy óriás apám uram, apai minőség. Magog viszont a nagyatyai minőség, a végső forrás. Na most akkor, amikor egy nép történetébe az utolsó kiáradást indítják el, a magokat, akkor lehet érzékelni, hogy nagyon nagy gondok vannak, nem nálunk, a világban. Ez az utolsó nagy kiáradás. Na most Nimródnak és Magógnak van egy ennél is összefoglalóbb neve, egy harmadik neve a hagyományban, görög történetírók őrizték meg, ez pedig Szkűtész. Szkűtész pedig mit jelent? Ugyanazt, mint Szkítiánosz, ugyanazt, mint a Szkíta. Ez a Szkíta népnévből képzett személynév. Diodorosz, görög történetíró leírja a következőket. Szkűtésztől erednek a Szkíta királyok. Minden Szkíta uralkodónak és királynak Szkűtész az apja. Ennek a Szkűtésznek a mondai hagyományban egyik neve Nimród, másik Magóg. Tehát itt nehogy arra gondoljunk, hogy több eredet történet van. Mindjárt ráérzünk, hogy tényleg így van. És van két fia Szkűtésznek. Az egyik fiút, és hangsúlyozom, királyok erednek tőle. Tehát nagyon lényeges, hogy a Szkíta népen belül a fejedelmi nemzetség származik egy Szkűtész nevezetű első uralkodótól. Van két fia. Ezen nem csodálkozunk, mert tudjuk, hogy Nimródnak Hunor és magyar a fia. Ikerpárról van szó. Na de itt is ikrek jelennek meg. Az egyik fiút Naposznak hívják. A görög osz végződést elhagyom, vagy magyarosan csak annyit mondok, hogy Napos, Naposznak hívják. Vagy azt kapom, hogy Napnak hívják, vagy azt, hogy ez bizony az életnek a napos oldala. Na de jön a másik fiú, és ez a döntő. Hogy hívják? Pálosz. Pálosz. Vagyis Pál. Nem tudom, hogy érzékelünk-e valamit. Ez a pálos rendindulásának a eredője. Az igazi Pál, a pálos rend háta mögött, Szkűtész legkisebb fia, Pálosz. Na most, ha én a magyar néphagyományt megfaggatom, hogy ismer a magyar néphagyomány olyan mesebeli királyfit, akinek Pál a neve? Hát bármilyen furcsa ismer. És egy ikerpárnak a legkisebb tagja. Mert az egyiket Vizi Péternek hívják, a másikat pedig Vizi Pálnak. Na most ilyen alapon a Pált, hogy úgy mondjam, lesöpörni a magyar történelemről, mert én egy kérdést nem látok tisztán, nagy felelőtlenség. És itt válik érthetővé az, hogy egy Hunyadi Mátyás első uralkodói rendeletét jóra forduló Szent Pál napján adja ki. Hunyadi Mátyás minden nagy cselekedete előtt kihez imádkozik? Kinek a közbenjárását kéri? Egy Pálé. És a pálosok azt mondják, hogy a mi ősünkért.
Tehát egy Pál nevezetű szent közbenjárásáért fohászkodik Mátyás. Most tudni kell azt, hogy a pálos rendben mind a háromnak megvan a maga szerepe és helye. Mert ez a pál működés az időben, ezeken a pálokon keresztül terjed ki a földre. De van egy belső mag, és az bizony egészen a szkíta ősig vezethető vissza. Most a Kárpát-medencének a közepe Pilis. Miért Pilis a Kárpát-medence közepe? Miért ez a ismeretlen csengésű? Egyszerűen az ember nem is tudja, hogy mit jelent a Pilis. De segíteni fog. Az emberi testen belül a Pilisnek van egy pontja. Úgy, hogy a szívnek is. Ide mutatok, és tudom, hogy szívemről van szó. Most hova kéne mutatnom? Övön felül. Már láttam a pillantát. A Pilis pontra akarnék rámutatni, és ott vannak azok a koronaképek, apostolképek. Azokat, ha elő tudnánk venni gyorsan. Ott, pontosan. Érdemes megnézni, kiemelni, körbejáratni. Minden apostolnak a felső korona részen gyakorlatilag elég egyet. Ezt nem merez, lehet azt mondani, hogy igen. Itt van Szent Péter. Szent Péternek a fején itt lehet látni ezt a kis kitüremkedést. Miért? Hol van az a római katolikus zománc műhely, ahol Szent Péter így ábrázolja? Márpedig ez a magyar szent koronáról származik. És amúgy is meditációs szemállás. A koponyadudor megjelenik, igen, ám bennek van egy neve, ez a Pilis. A fejtetőt nevezik Pilisnek. Tehát egy kiemelkedő pont. Hát amikor körbenyírják a barátot, és látszik a feje, mit mondanak? Ez a tonzúra rész a Pilis. Kenyérnek a csücske a Pilis. Azért ezt lehet tudni, vannak itt etimológiai szótárak, ezen nem kell megrökönyödni, azon kell megrökönyödni, hogy ezen kell. Ez milyen állat itt? Testem is. Ez szkíta állat stílus. Szkíta állat stílus. Ez a hivatalos neve. Miért? Mert nem tudom meghatározni a nevét. Nem tudom egy állathoz lekötni. Ha azt mondja valaki, hogy ló, azt mondom, hogy kutya. Azt mondja, hogy kutya, azt mondom, hogy oroszlán. Mind a három benne van. Szent Péter mellett, kapuba. Ez egy kapu alakzat. Kulcs van a kezébe. És az ember úgy eltűnődik ezen a formán. Hát milyen a kulcsnak? Jobb kezébe nagy kulcs, bal kezébe kis kulcs, egyik kulcs arra van, hogy nyissak, a másik kulcs arra van, hogy csukjak. Ezt maga Jézus Krisztus mondja, amikor átadja mennyország kapujának kulcsait. Amit csuksz, az csukva lesz, amit nyitsz, nyitva lesz. Most melyik kulcsot tartja ő emblematikusan maga elő? A nyitót vagy a csukót? Nyugodtak lehetünk, hogy a nyitót, mert a csukó az a csukóról lóg alá. Na most ez az a kereszténység, ami innen van. Tehát ezt nem lehet behozni. De amiről szó van, ez az a pont, amit Pilisnek neveznek. És a Szent Koronán a Teremtőt is ezzel a kitüremkedéssel ábrázolják. Tehát gyakorlatilag itt lehet látni. Hát azért hol van ilyen atya ábrázolás? Meditációs szemállás, tudjuk, hogy a világosságot így lehet a szemekben összegyűjteni, és ott van a kitüremkedés. Ez a Pilis pont. Gyakorlatilag ez az ország legérzékenyebb pontja. Ez mit jelent? Ha Péternél eltüntetem ezt a pontot, akkor már azt mondhatom, hogy készülhetett itáliai műhelyben is, ott vannak a kulcsok, ugyan a szemállás egy kicsit zavaró, meg az állatokkal gond van. Na most milyen keveset kell változtatni, figyeljünk fel valami, ez nagyon kevesen. Gyakorlatilag kiegyenesítem a szemtengelyét, benyomom a fejeteteit, eltűnik és kész, megkaptam Szent Pétert. Azt, amit Rómában is
ismernek. Na tehát visszatérve, bizony a pilis az országon belül ez a legérdekesebb pont. Mert itt a tudás tárolódik. Amikor a tártosokról beszélnek, hogy a tártosoknak honnan van a hatalmuk, vagy hol őrzik, azt mindenki tudja, hogy van egy többlet új, vagy van egy többlet fog. De nem csak ezt szokták felemlíteni. Azt is mondani szokták, hogy a tártosok fején van egy kis dudor, és minden tudományukat abban a dudorban őrzik. A tártosok. Tehát ez egy rendkívüli tudásnak a központja. Ábrázolják ezt keleti vallásokban? A buddhizmusban, hinduizmus, mindenhol ábrázolják. Buddhákat hogy örökítik meg? Hát ez a nagy gond. És az ország fővárosa Buda. Lehet azért tűnődni. És még valami. Attila király kapcsán erről úgyis szó lesz. Honnan nyerte Buda a Buda nevet? Gale Otto leírja, itt tartózkodik Hunyadi Mátyás idején, Korvin Jánosnak írja a kis munkáját. Na most ő tudja, mert a kollégája Bonfini leírja a magyar történelmet, ahol Attila testvére Buda. Csak azt nem tudjuk, hogy ez milyen minőséget jelent. Ennek egy eszmei alakja az Buda, mert nem DH-val ejtik a Buda nevet sehol sem. Ezt gondolom tudjuk. Szanszkrit nyelvben Budát mondanak. És amikor Budát mondanak, akkor az azt jelenti, hogy felébredő. A Budda pedig azt jelenti, hogy felébredett. Tehát már elérte a tökéletességet. És hát zavaró az, hogy az ország fővárosát Budának nevezik. És Gale Otto leírja a következőket. Magyarország fővárosa egy indiai királyfiról kapta a nevét, akit Budának neveztek. Hogy világos legyen. Ha ezt leírja mondjuk egy emigrációs történész, akkor röhögnek rajta. Kultúrtörténészek, történészek. Na most ezek a nagy bajok. Tehát nem tudom, hogy érzékelünk-e valamit. Egy pilisi rendszernek a fővárosa, hogy így mondjam, nyilvános fővárosa, mert az igazi az mindig Fehérvár, Buda. És ha keresem az ő végső szellemi, hogy úgy mondjam, személy azonosságát, hát akkor bizony ott egy Buddát kell találnom. A legmagasabb szint a keleti vallásokban. És egy szkítiai ősvallásban ez Attilának csak egy testvérbátyja, vagy öccse lehet. És nem rúghat labdába egy idő után. Na de ki lehet ilyen alapon ez a pálosz? Vagy ez a pincs, amiről az egész rendszer megkapta a nevét? Mert itt nem lehet mellé beszélni, a pilisnek az a neve, hogy pilis, Árpád-kori oklevelekben így nevezik. Vagy pelis változatban, vagy pilis változatban. Tehát így nevezik. És hát kiderül egy-két érdekes dolog. Ez a szkítiai pál, mert szkítia mindig kettő van. Ezt gondolom azért pontosan tudjuk. Van egy Ázsiában, és van egy Európában. Európában Kárpát-medencét nevezik szkítiának. Na most a régészet tudománya mióta tud szkíta nyomokat, nem is nyomokat, jelenlétet kimutatni a Kárpát-medencében. Már a bronzkortól folyamatos. Szkíták, hunok, avarok, magyarok. Csak mi arra gondolunk, hogy itt a szkíta egy ugyanolyan kis szeletke időben, mint mondjuk a hun birodalom Keve kapitánytól Attila király haláláig. Tehát gyakorlatilag egy ember öltőnél alig több. Nem. A szkíta jelenlét a Kárpát-medencében évezredes. Honnan kerülnek elő ugyanolyan arany szkíta szarvasok, ismerjük ezt a lábait maga alá húzó szarvasagancsát, hátra hajló, hajtó és ilyen érdekes hullámvonalat fölvevő. Két csomóponton, az egyik Altájban, a másik a Kárpát-medencében. És a szkíta birodalom fővárosa a Kárpát-medencében első királyáról, Pálosról kapja a nevét, és Pilisnek hívják. Na most ez a döbbenetes tény. Tehát, hogyha én a magyarság múltjáról lemetélem a szkíta történetet, ugyanezen a alapon akkor már a hunt is és az avart is, akkor innentől kezdve azt meg lehet tenni, amit csak akarnak.
De visszatérve a néphagyományra, mert gyakorlatilag elmondott dolgokból mindig az a hiteles, amit én, hogy úgy mondjam, pogány népi hagyomány útján is alá tudok támasztani. Ha a magyar néphagyomány nem ismer Pált, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy behozott idegen testrész, vagy személy. Márpedig a magyar néphagyomány Pálról beszél, a legcsodálatosabb ikertípusú meséknek, aranyhajú ikrek típusába ikerpál. Amikor megnevezik, amikor nem azt mondják, hogy volt egyszer egy király, annak két aranyhajú fia, ikerfia, hanem amikor megnevezik, az egyik az vízi Péter, nagyon fontos a víz. Miért fontos a víz ebben az esetben? Ez egy külön kérdés, most hagyjuk nyitva. A másik pedig vízi Pál, és kőkeményen Pál, és nem Bál vagy Béla, Pál. És kiderül az egész pálos rend küldetése, gyakorlatilag erre a működés rendre épül rá. Emlékezzünk vissza, amikor azt mondtam, hogy a pálos rend azért alapul, ők maguk mondják. Tehát lépten nyomon ők maguk hirdetik, hogy az ország megmentésére. Hát egy bátori László Budaszentlőrinci pálos, Mátyás előtt még azt hiszem Hunyadi János Magyarország kormányzója, magához vesz 6 vagy 7 ifjú pálos, és lemennek egy barlang mélyébe vezekelni. Egy baj van, szó nincs vezeklésről. Mert már mondja Gyöngyösi a következő mondatban, hogy a Szent Kereszt öltözetébe öltöznek, és az Úr seregében harcolnak. Barlang mélyén heten. Na ez a beavatás. Harcolnak, küzdenek. És félholt állapotban vannak, amikor utánuk mennek a társak, és fölhozzák őket, legyengülve csatakosan. Mert ez a harc révülésben történik. Na most ez a bátori László, aki korának gyöngyszeme, tanítja a Budaszentlőrinci, akkor már ez a főkolostor, pálos kolostor lakói. Magyarország gyakorlatilag, ha még nem is a teljes csúcson van, tehát Mátyással csúcsra jut, de stabilan áll a lábán. És bátori László arról kezd beszélni, hogy vége a világnak. Vége a dicsőségnek. Vége ennek az időszaknak. Úgy kell most már építkezni, mondja, hogy tudjátok, hogy majd más fog lakni azokba a házakba, amit ti építettetek. Ismerős. Úgy kell majd ültetnetek, hogy tudjátok, hogy nem ti fogjátok a gyümölcsöt leszedni. Félelmetes dolgot mond. És azt mondja, hogy barátaim, testvéreim, nagyon fontos a pálosoknál a barátság. Na most akárhogy keresem a barátságnak a szövetségét, eszmei szövetségét a római katolikus vagy bizánci vallásban, nincsen. Mese habban hozva. Barátság. Végigvonul, hogy úgy kell lennünk, mintha egy testnek lennénk a tagjai, mondják. Úgy kell egymást szeretnünk. Na most melyik kultúra ismeri a barátságnak ezt a szintét? Csak a szkíta. Hát az egész új szövetséget én ószövetségből nem tudom megmagyarázni. Amikor Jézus, hogy igazán nekem ószövetségi hagyományból levezeti, mondjuk a Talmud alapján, azt valószínűleg vannak ilyen béke Nobel-díjak. Biztos, hogy nem fogja kapni. Lehetett. De a szkítákról mit mondanak? A legkorábbi ókori források. A szkíták a barátságot, most kapaszkodjunk meg, még a családi köteléknél is fontosabbnak tartják. Ilyen barátságok vérszerződés útján köttetnek. Igyátok a vérem, mondja Krisztus. Aki nem issza a véremet, nem eszi a testemet, nem üdvözülhet. Na most ez a barátságnak legmagasabb szintje, és bátori László a barátairól beszél. Van egy láthatatlan test. A pálosokat ez a hatalmas láthatatlan test tartja össze,
és így már érthető a romlatlan testnek a kultusza. Kiderül, hogy tulajdonképpen itt valaminek meg kell maradni. Valaminek tényleges erővel jelen kell lennie. És ahogy mondottam, tehát ez a Báthori László, ez pont ezekre a dolgokra figyelmeztet. Tehát egyrészt a barátságra, a világ elmúlására és mulandóságára, és megjelenik a barlangban a beavatás. Leviszi a társait. Ez a Báthori László megírja magyar nyelven a Bibliát. Nem lefordítja, megírja. Mátyás Korvinái közé kerül, magyar nyelven. Hova lett? Tudománytörténet nagy kérdése, hogy hogyan lehet a lefordít, vagy a megírt szót úgy értelmezni, hogy lefordította. Nem lehet úgy értelmezni. Na de megnézem, hogy mondjuk Kézai Simon mit ír a babiloni torony építéséről. Azt, ami az Ószövetségben áll. Nem azt írja, hanem azt írja, hogy Nimród, szkíták uralkodója, azért építi azt a nagy babiloni tornyot a vízözön után, hogyha majd egyszer újra vízözön lenne a földön, az emberiségnek legyen hova menekülni. Na ez a magyar nyelvű Biblia. Micsoda különbség, hogy valaki azért épít tornyot, ószövetségi forrás alapján, mert az a mániája, hogy felmenjen az égbe. Vagy valaki azért épít tornyot, hogy menedékül szolgáljon a bajba jutott emberiségnek. Na most Vizi Péterre és Vizi Pálra, mert megint sok lesz ez a kis kitérő visszatérve. Ezek bizony testvérek, vértestvérek. Vérszövetség útján indulnak el. Hogyan jelenik meg rögtön a mese elején? Elérkeznek a világi Jós fájához. Ez a Jósfa, ez a jövőnek a fája. Beleszúrják a késüket, és mit mondanak egymásnak? Amelyikünk késéből vér fog folyni, az a testvér, ez tényleg testvérek, bajban van, meghalt. Akkor kell elindulnia a másiknak, hogy megszabadítsa, megmentse, feltámasztja. Nem tudom, hogy érzékelünk egy programot. Az egyik egy népmesei program. A másik egy magyar alapítású szerzetesnek hirdetett programja. Megmenteni a nemzet testét. Megmenteni Magyarországot. Elindul Vizi Péter, hogy nem, legyőzi a 24 fejű sárkányt, elveszi feleségül a királylányt, és most figyeljünk. Emlékezzünk Lajos király példázatára, lemegy Mohácsra, pedig mindenki mondja, hogy bárhova mehetsz király, inkább menjél táncolni, mert az neked jobban megy, mint a seregvezetés, Mohácsra nem menjél. És lemegy. Vannak források. Főkapitányok mondják, hogy őrültség elindulni. Na de gondoljunk a festményre. Gondoljunk erre a vállalt sorsra. Ez az ő életének, ha egy emelkedette pillanata volt, akkor éppen ez, hogy elindul. És ez gyakorlatilag viszi magával az ország virágát is, az ország javát is. Mindenki fellelkesül. Már-már elfelejtettük, hogy mi a történelmi küldetésünk, és íme. Ez a kamasz gyerek végre valami benne fölébred. És lemegy a magyar nemesség színe virága. Amikor azt mondjuk, hogy több pusztult, több is pusztult Mohácsnak. Hát gyakorlatilag a nemzetnek a gerinceit roppan meg, ami pótolhatatlan veszteség. Tehát erre azt mondta egy pásztor, megint fokozva ezeket az érdekesebb megfogalmazásokat, egy pásztor mondta a következőket. Olyan emberek pusztultak ott és haltak meg ott, akiket nem lehet minden nap. Pont, pont, pont. Ez nem biológiai szaporodás. Egy gerincet, egy elitet kitermelni. Ez tényleg, ahogy mondják, a színe virága. Virágukban lévő ifjak.
pótolhatatlan veszteség. Olyan módon, úton nemzettestet előállítani nem tud az ő szolgája. Nem tud a másik faluba a kisnemes. Mert itt vannak az éggel összekötő nemzetségi szálak. És ezt tűnik el gyakorlatilag. Na most visszatérve tehát erre a Vizi Péterre. Elmegy, legyőzi a sárkányt, elnyeri a királylány kezét, és ugye népmese, aki nem hiszi, járjon utána. Na most, ha mi mondanánk ezt a mesét, hogy mondanánk? Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Hogyan hangozna ez egy indoeurópai műveltség? De hát valahogy így. És azóta boldogan élnek. De nem. Jön a lényeg. Vizi Péter a királyfi csúcson van. Minden ellenségét legyőzte. Megkapja a királylányt, megkapja a fele királyságot. De valaki azt mondja, hogy itt a palota mellett van egy sűrű sötét erdő. Onnan ember még élve nem jött ki. Mit csinál Vizi Péter? Mondjuk, ha élennék Vizi Péter, nagyszerű. Nagyszerű, mert turista csoportokat fogunk kérdezni. Hol a kis feleség? Vizi Péter meg sem várja, még a hitvesi ágy egy kicsit megmelegszik, reggel fölkel és megy a sűrű sötét erdőbe. Most mit csinál Mátyás király? Könyörögnek neki, hogy ne menjen Bécsbe. És meg is mondják, meg fog halni. Szóval vegyünk észre egy magasságot. Egy férfi ember fél a haláltól. Egy mai állami vezető nyilván az életet választana, olyanok is egyébként. Szóval egyszerűen nem ismerik ezt a magaslatot. Vizi Péter elmegy a sűrű, sötét erdőbe, és kihalt. Tényleg ott van a sötétség központja. Ott van egy boszorkány, hogy nem, hát a boszorkány a legrettenetesebb, legnagyobb hatalom a mindenségben. Tehát a sötét oldalon, nem a sárkány, a boszorkány. Hát ő sárkány győzött le. Ismerjük, amikor megy a királyfi, és azt mondja, jó estét, öreg anyám. És ott vannak a tarsolyban a sárkányfejek. És jön a öreg nénikétől, kis ártatlan öreg nénike, ugye? Ördöngő szület. Erre dobja a vetélőt erre dobja, egy szakasz gyalogos lép le a szülőszékről. Ördöngös szüle, aranyos kisnénike, erre dobja a vetélőt, egy regiment lovas, és mindegyik egyforma. Most, ha a vetélőt és a szülét összeadom, ez milyen születés? Hát, hallasz. És mi a lényege? Hogy van egy szál. Ez az a sejt. A klónozott sejt. Ez az a szaporodás. Hogy értsük. Akkor most ki az okos, hogy így mondjam? Kristó Gyula Szegeden, vagy a népmese? Vagy a Parasz bácsi, aki elmondja ezeket a meséket, hogy mekkora veszély. És nem lehet leállítani. Szabadság, egyenlőség, testvériség, uniformizált ember. Ez a legnagyobb veszély a világra. Te olvassuk el a Mirkó királyfi meséjét. És itt is ott van az erdőbe, és kiderül, hogy aki legyőzte a sárkányt, kész, elbukott. És itt jön a legnagyobb tanulság, hogy gyakorlatilag most az emberiség történelmében ebben a kozmikus tengelyben, a halál tengelyben mozog. Jézus Krisztus születésével indul a halak világkorszak, 2160 évig, gyengébbek és érdemesek kedvéért az időt lerövidítetnek, maga Jézus mondja. De a választottak kedvéért ez nem lesz olyan hosszú ez a világhónap. Tehát nem 2160-ban kezdődik a vízöntő korszak, ez egy külön kérdés. De mi van szembe? A szűz. És a szűznek az egyik arca a boszorkány, a másik a tündér. Most a rossz arca a boszorkány. Most gyakorlatilag itt vagyunk benne ebbe a tengelybe. Most a magyarság az élet tengelyével elkötelezett nép. Ikrek nyilas tengely, ez pont derékszögű kapcsolatot
példázt az évkörben. Egy fehér ló fia bemegy ide, mit fog csinálni? Meg fog halni, ha tetszik, ha nem. Itt kerül legtávolabb saját eredeti hagyományától, saját életfelfogásától, saját világától. De bemegy abba a sűrű sötét erdőbe? Bemegy. Meghal, boszorkány, nem lacafacázik, felszeleteli. Kőkádba beledobja, és ott van. És ekkora, kiről még nem volt szó, mióta van szó a pálos rendről? Negyedik délelőtt. Nem tudunk előzni neked. Kiderül, hogy mindig van, nagyon ősi. Megjelenik Vizipál, aki éppen ott sétál a világ jósfájánál. És látja, hogy a késből, a testvérének késéből ömlik a vér. És tudja, hogy meghalt a testvére. Na ez a páli küldetésnek a lényege. És innentől kezdve, aki hát én nem akarok példákat mondani, de érezhető, hogy itt gyakorlatilag egy pár kérdésben nem lát tisztán és élesen, annak minden más további igazsága is csak annyit fog érni. És ezt komolyan ki kell jelenteni. Mert a nemzet feltámadásának a záloga, ha tetszik, hanem ebbe a névvilágban van elrejtve. Ez nem Vizi Géza, nem Vizi Zoltán, nem Vizi Árpád, Vizi Pál. És látja, és elindul. Elérkezik ő is az erdőbe, megtalálja, legyőzi a boszorkát, mindegy, hogy. Lényeg az, hogy felébreszti a testvérét. És mit mond a testvére? Hú, szeretett testvérem, de sokat aludtam. Milyen jól aludtam. És erre mondja Vizi Pál, aludtál volna, édes testvérem, még a világ és két nap, ha én fel nem támasztalak. És ez a lényeg. Tehát amikor fel van darabolva a nemzet teste, amikor nincsen segítség, ha nem indul el egy iker pár, de nem akármilyen úton, ez az az energiatípus, ami csak a pál útján tud elindulni. Ezért a pálos rendnek a címerállata a fekete holló. Na most a népmeséinkben a fekete holló nagyon sok mindent tarthat a csőrében, de leginkább életvizet. És ha azt ráejti valakinek a testére, az abban a pillanatban feltámad. És a holló névben hát azért sok minden benne van. Benne van a hulló is, de bizony ez halálmadár a holló. Fekete. És Mátyás címerében is ez van. Amikor a pálos rend és Mátyás találkozik, a címerük teljesen egyforma. A pálos rend hollójának csőrébe nem a tébai remete Szent Pál történetéből ismert kenyér van, hanem egy gyűrű. Ugyanaz a gyűrű, mint Hollós Mátyás címerébe. Tehát a halálból csak ez az erő tudja a nemzetet feltámasztani. Most tartsunk 5 percünetet. Jó, akkor tartsunk 5 percünetet. Próbáljuk megtartani magunkat. Szóltunk a figyelmet. Szóltunk, megtörtént. Elhangzott a figyelmeztetés. A hajó ellen. Tehát az utolsó felvonás következik. Most már tényleg a beavatási hagyomány területére koncentrálva az előadás menetét, de még mindig ez a pálosz lenne a kulcs szereplő. Tehát azt pontosan lehet érzékelni, hogy a iker országokat működtető szkíta birodalom egyik központja a Kárpát-medencébe van. Ez annyira tudott, hogy például Olá Miklós esztergomi érsek, amikor megírja a számüzet, nem is számüzet és menekülés közben Hungáriáról szóló gyönyörű munkáját, majd ezt a Hungáriát, ő úgy látszik, ez egy szokásos irodalmi stílus, ami egy ilyen önálló tanulmányként is megállja a helyét,
olyan szerényen írja körbe, hogy azt mondja, hogy ez csak bevezető volna Attila királyról szóló munkájához. És megint érdemes eltűnődni valamin. Ez az, amire Zrínyi Miklós figyelmeztet. Milyen nagy kár, hogy Szent István szent gondolatával mi rendre visszaélünk. Ez tényleg nagyon nagy kár. Miért? Hát Olá Miklós esztergomi érsek. És történelmi munkájának ki a főszereplője? Egy mohácsi csatavesztés után. Hova horgonyozza le a magyarság üdvét, a magyarság küldetését? Esztergomi érsek, Attila király. Ha ez körülbelül olyan tétel, mint hogy az ember elképzeli azt, hogy nem mondok nevet, de egy mai esztergomi érsekről egyszer csak megjelenik a kurír hasábjain, könyvtárba jár, levéltárakat kutatja, mert Attila királyról akar könyvet írni. Elképzelhetetlen. Na ez a különbség. 500 év telt el még annyi se. Na most ez az Olá Miklós esztergomi érsek megkérdezi azt, hogy hol volt Szkítia. Mert történetírók beszélnek az ázsiai Szkítiáról, és beszélnek Kárpát-medencéről. Hát ő egy művelt ember, és nagyon szépen fogalmaz. Most nem ez a lényeg, hogy hol volt, hanem az, hogy mi szkíták vagyunk. Pedig ha én megnézem, hogy Olá Miklós milyen családból származott. Na most ezt egyes liberális észjárású emberek nem tudják megbocsájtani a régi nagyoknak. Ez Zrínyi Miklós. Mit mond? Ne bántsd a magyart. Vagy egy Petőfi. Hát kérdés volt az, hogy tulajdonképpen, hogy milyen eredő van. Az a lényeg, hogy szkíták vagyunk. Ugyanis a szkíta az egy olyan nép volt, hogy ténylegesen nemessé tudta tenni a nemtelent is. Mint egy oltóág. És onnantól kezdve egy csepp is elég volt abból a csodavérből. Na most Olá Miklós is, ezért ténylegesen lehet csodálkozni, büszkén vallja azt, ami Zrínyi, vagy amit Petőfi, ha nem születtem volna is magyarnak. Tehát valamit ők nagyon tudnak. És pontosan, hát Zrínyi, ne bántsd a magyart. Tehát ő nyugodtan bánthatná, bármit elmondhatna. De tudja azt, hogy milyen küldetése van ennek a nemzetnek. Tehát Olá Miklós gyönyörű szépen kimondja, hogy bizony nem az a kérdés, hogy hol volt Szkítia, mert mi mindannyian tulajdonképpen ebbe a nemzetbe tartozunk bele. De mi most nem őt követjük, mert ténylegesen történelmi időkbe, a honfoglalás megelőző pillanatokba két Szkítiáról lehetett beszélni. Viszont amikor álmos fejedelemék az ázsiai Szkítiát elhagyják, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a Magyarő onnan kivonult. És miért vonult ki? Mert az avarokkal itt zavarált be. Az avarok elherdálták Attila király örökségét. Ezt tudomásul kell venni. Nem Szent István volt az, aki behívta ide a lézengő idegeneket, hanem az avar kagánok voltak azok, akik felvették a kereszténységet, kereszténységnek a judeo-krisztiánus ágazatát, és még csak az avar püspökségek nem is a Róma fennhatósága alá tartoztak, hanem Regensburg, Salzburg és Passau. És hogy hívják a két utolsó avar kagánt? Ábrahám az egyik, Izsák a másik. Lehet gondolkozni. Ezért történik a honfoglalás.
az avarokkal nem áll be ez a hatalmas nagy zavar. Hát az avarok azok olyanok, tehát nem arról van szó, hogy másfajtájú népségről van szó. Lehet, hogy ugyanezt a nyelvet beszélték, sőt, talán biztos. De elherdálták az atyai örökséget. A népmeséink ismerik ezt a figurát, megy három királyfi, kettő bemegy a csárdába. Esznek, isznak, mulatnak, ott maradnak. Ha nincs kisebb királyfi, akkor tulajdonképpen beáll a nagy világválság. És most képzeljük el azt a történelmet, ahol megmarad Ázsiában Szkítia, és megmarad Kárpát-medencében is Szkítia. Hát ilyen, hogy egy nagy tenyész szovjet birodalom soha nem tudott volna megszületni. De a mongol birodalom sem. Tök ebbe az űrbe költöztek bele egészen egyszerűen. Tehát itt tényleg a világ sors folyamát lehet nyomon követni. De amikor működött ez a kétpólusú rendszer, és nagyon sokáig működött, hát Csaba királyfi innen megy ki Ázsiába, és húzza meg a vészharangot. Tehát ezt azért lehet tudni. Na de visszatérve a király szkítára, szkültészre, az első szkíta uralkodóra, az egyik fiát Pálosznak hívják, ő Európa szkítián, Európában lévő szkítián, Kárpát-medencének az ura. A másikat Naposznak, ő az ázsiai uralkodó. Na most, ha ezt tudjuk, és mondjuk azt is feltételezni lehet, hogy hát Páloszt is, vagy Pált is. Most már lehet viszont azt mondani, hogy Bált is. Mert innen aztán most már a nyelvi pörgetés tényleg szabadon mozoghat. Mert ez az ősi vallás, amit mi bálványimádásnak nevezünk, sajnos ide van kötve. És a római katolikus vallás a mai napig nem tudta kisöpörni a bálvány nevezetű helyeket a Kárpát-medencéből. Ez csak úgy sikerülhetett volna, ha Szent István a római katolikus vallást honosítja meg. De elképzelhető az, hogy a római katolikus vallást fölveszi Szent István, és itt minden falu mellett a dombot bálványdombnak nevezik, vagy bálványosnak nevezik a helyet. Hát megmaradnak a helyek. Ha valahol eltörlök, a nevekkel kezdem. Átprogramozom, új névadás, minden hódító kultúra törli az elődök elnevezését. Töretlenül megmarad. Töretlenül, hát ezer év alatt el lehetett volna tüntetni. Nem sikerült. Na de visszatérve Páloszra. Minden jel szerint ő is eléri életének utolsó pillanatát és meghal. Hol hal meg? Kárpát-medencei szkíta birodalom központjába. Akárhogy nézem, ez a pincs. Hova temetik el Páloszt? Hát nyilván valamelyik pilisi hegy belsejébe. Ez a feltételezés egyelőre még csak feltételezés, de ha én megnézem a király szkíta temetkezési szokásokat, akkor gyakorlatilag mit lehet mondani? Ahol nincsen hegy, tudjuk, hogy a Kárpát-medencétől az Altáig, ahol nincsen hegy, ott építenek. És kiket temetnek be? Meghalsz két a királyokat, fejedelmeket, hercegeket. Hát sorra tárják fel, Nagy Péter óta az úgynevezett orosz régészet tárja fel ezeket a kurgánokat, és tudni kell, nem csak tárja, rombolja is. És van ezeknek a szkíta kurgánoknak, földpiramisoknak, temetkezési szokásoknak egy óriási rejtélye. Általában a holttestek itt is romlatlanul maradnak meg. Én megnézem a Turán folyóiratnak egyik legutóbbi számát. Színes fényképpen közölnek egy több ezer éves szkíta embernek a holttestét. Alig érintette meg az idő. A haja látszik, a haja színe.
Egyiptomban soha nem tudtak erre a szintre följutni. Tehát bármilyen különös, nem Egyiptomban találták ki a romlatlan holttestnek, hogy így mondjam a jelentőségét, nem a kereszténységgel jött ez divatba, hogy néhány szentre ez valóban ráfogható, hanem ennek megint van egy központja, és Szkítia. Vannak olyan szkíta fejedelmek, királyok, akiket tényleg balzsamoztak, mumifikáltak. De vannak olyanok, főleg Altájban, hogy megint ráfogják a levegőre, a hidegre, hogy gyakorlatilag romlatlanul megmaradtak. De nem is igazából ez a lényeg, ezt csak azért mondtam, hogy egy folyamatosságot érzékeljünk. Itt van egy nagyon ősi szertartás. Valami miatt nagyon fontos az, hogy az emberi test megmaradjon. És pont most lehet tudni, hogy miért. Volt már erről szó. Ha majd eljön az a gonosztevő hatalom, amelyik az embert majd mesterségesen akarja előállítani, és netalántán úgy, mint egy kis csirkét vagy paradicsomot keresztezni akarja egy ökörrel, azért lehessen tudni, hogy hol van az embernek a forrása. Most arra gondolunk, hogy ez fölösleges huhogás. Szó nincsen erről. Hát mikor jelentették be, hogy képesek erre a büntényre? És milyen berendezkedésű társadalomban? Fasiszta? Kommunista? Nem, demokratikus. Na, idáig jutottunk. Kellett egy undorító második világháború, kellett egy fajelmélet, hogy az egészet olyan fénybe lehessen beállítani, hogy ha valaki figyelmeztet arra, hogy ezt nem szabad, hát az fajvédő. Most mit mond Csontváry Koszkati vadar 1900-as évek elején? Titkos társaságok alakultak a fajtabéli erények meghamisítására és elhomályosítására. Titkos társaságok. Ha valaki arra mondom, itt nem arról van szó, hogy az ember tényleg állandóan bajt keres. De azt mindenki tudja, hogy a génmanipulációval az emberiség egy új korszakba lép be. És gyakorlatilag ez az emberiség állomány úgy, ahogy van, járványokkal, háborúkkal, népirtással, bármikor lecserélhető. És már ott van a lombikba az az ember, keresztezve két szamárral, három ökörrel, akivel majd nem lesz probléma. Ez a faj elmélet. És hol történik? Orrunk előtt. Felteszi valaki kérdésnek, hogy szabad-e ezt tenni? Ha már valamit bejelentenek, az már van. Erre mérget lehet venni. Működik. Ráadásul itt nem csak jegyzőkönyvek maradtak fönn, pontosan ki van mutatva az, hogy az emberiség lakosságát meddig lehet növelni. Hogy híguljon. Híguljon tulajdonságaiban, híguljon állományában. És onnan hogyan kell drasztikusan visszavenni, és erre ráúszítani a kitenyésztett állatfajtát. Mert ez már tényleg főemlős. Na most ezek apokaliptikus hangvételű kijelentések, és egyelőre tegyük zárójelbe. De egy biztos, a pálosoknál és a szkítáknál nagyon fontos az ép és egészséges emberi testnek a megőrzése. És ember nem ér, miért leltározni fog a teremtő? És megszámolja a hajszálat? Hát pont erről van szó. Teremtő leltározni fog, és még azt is tudja, hogy hány hajszála van. Pont erről van szó. Hát az ő teremtésének vagyunk, hogy úgy mondjam, a kisugárzásai. És az ő ellenlábasa, ez most mindegy, hogy milyen etikai kategória, de a magyar néphagyomány nagyon szépen mondja, az Úristen teremtett méhet. Az ördög utánozta, teremtett legyet.
nem tudom, hogy érzékeljük-e. Most ki van sarkítva. De most jön az, amikor az ember akar embert teremteni. És az ördöngös szüle mit csinál a szövőszéken? A szövőszék egy szálon gyártja a tömegembert. Nem arról van szó, hogy szólnak Jóskának, hogy ugorjon fel a szövőszékre, és erre dobja, és lesz belőle 100 Jóska. Szépen szövés van. Szépen szálak vannak. Tehát nagyon-nagyon fontos, de hangsúlyozom, ezt most azért kell sarkítani, mert ez megint más fénybe kerül. Tényleg az ember úgy elgondolkozik, jé, talán van egy ilyen vetülete is a dolognak. De van egy sokkal megfoghatóbb és sokkal úgy számunkra lényegesebb vetülete is. Tehát visszatérve nagyon fontos az, hogy megmaradjon az ép és egészséges emberi test. Páloszt eltemetik valahol a Pilis belsejében. Na most, hogy a Pilisbe temetnek szkíta vezéreket, ezt azért lehet tudni. Kevét hova temetik el? Attillát hova temetik el? Bélát hova temetik el? Kadosát hova temetik el? Az országút mellett, a kőbálványnál pontosan megadják a helyét. Kőbálványnál. Minden krónikánk leírja. Tehát bizony temetkező helyek vannak a Pilisben. És még valami. A Pilisben túl sok az olyan hegy, amelynek az alakja arra enged következtetni, hogy ezek mesterséges épített hegyek. Tehát ez a piramis alakú, vagy kurgán alakú forma, ez a legkisebb mérettől, tehát kunhalom mérettől, ténylegesen kevés hegy nagyságnyi hegyig lépten nyomon látható. Tehát lehet érzékelni azt, hogy bizony itt a tájat formálták. Nem is minden hegyet ők maguk építettek, szó volt itt a képes krónikáról, hoztam egy diaképet, de sajnos a másik zakomba maradt. Harmadik István koronázzák. Harmadik István magyar király. Egy szabályos piramis van a háttérben. Szoktam vetíteni. Tank vannak rá. Szabályos piramis van a háttérben. De tegyünk Pilisi túrákat, föl lehet fedezni ezt a hegyet. Igen ám, de sok-sok évezred telik el. Ez mitikus idő. Diodorosz, görög történetíró, úgy ír az első szkíta uralkodóról, Szkürtészről, hogy több évezredet számol vissza. És neki volt két fia, egyik Naposz, másik Pálosz. Tehát a kezdetnél vagyunk. És kiderül, hogy van egy olyan pillanat a pilisi rendszer működésén és a magyar történelem folyamán belül, amikor szükség van Páloszra. Szükség van Pálra, az első szkíta uralkodó, az első szkíta király legkisebb fiára. Minden jel szerint ő volt a kettőjük közül a kisebb. Szükség van rá. És mikor derül ki, hogy nagy szükség van rá? És hogyan lehet őt előbányászni? Hogyan lehet? És kiderül, hogy a pálos rend indulása erről a dologról, erről a keresésről szól. A Pilis Szentkereszti pálos főkolostor bejárata fölött Varsányi István verse volt olvasható. Több sorból áll, számunkra most az első három az irányadó. Következőket mondja főkolostor fölirat. Ez körülbelül olyan, mint amikor Dante elérkezik azért, két belépsz, hagy föl minden reménnyel. És akkor lehet tudni, hogy hova lépek. Nem a bejáratot írják föl, hanem jeleznek egy szellemiséget. És következő felirat van a főkolostor ajtója. Ajtaja fölött. Egykor úttalan utakon, sűrű sötét erdőkön átvezető ösvényeket kerestek atyáink. Lehet tűnődni. Mit csinálnak ezek a
pálos ősök, hogy így mondjam. Sűrű, sötét erdőkön átvezető utakat, ösvényeket keresnek, de hangsúlyos, hogy úttalanítak nincsen. Meg kell találni az erdőn átvezető utat. Most egy erdész számára mi sem könnyebb, csak azért ez egy szerzetes rend. Hol van ez az erdő? Hát ha egy kicsit valaki rátermettebb ebben a korban, Szapolyai Jánosnak mondja az egyik vitéze, hogy hát fiam, amikor én olyan idős voltam, mint te, vagy lehet, hogy második Lajosnak, 9 gulyást szalasztottam meg, ez egy pap, és még úgy is tudtam magamnak nőt szerezni. Jelezve, hogy most ilyen embereknek, aki 9 gulyást megszalaszt pap létére, ifjú pap létére, és átmenni egy sűrű, sötét erdőn, nevetséges. Na de úgy, ahogy ez a sokat idézett erdő, minden népmesénkben ott van. És egy mesemondó asszony, amikor egyszer megkérdeztem Pápa Istvánnénak hívták, ő meséiben nagyon gyakran szerepelt a sűrű, sötét erdő, megkérdezte, miért van az, hogy Emma néni meséiben mindig ott van a sűrű, sötét erdő. És nagyon bámulatos módon válaszolt rá. Azért, édes fiam, mert oda bárki bemehet, aki bajba van. Mert oda bementek a bujdosók, bementek a betyárok, bementek a pandúrok is, de most jön a lényeg, mert ott minden erő megvan. És mi az erdő szó jelentése? Ha én nagyon személyes vagyok, a te erődről van itt szó. Vagy egy eredő. És még valamit. Elmondott, ezt már Molnár V. Jóska szokta elmondani, hogy a magyar néphagyományban a túlvilágnak a megidézője mindig az erdő. Az ismeretlen. Hol járkálnak a pálos atyák? Gondoljunk a népdalok, vagy gyönyörű szép népdalok, hogy itt vagy amott kerek erdő közepén márvány temető. Ismerjük ezeket a népdalokat. Sűrű kerek erdő közepén márvány temető, és ott lakik az én szeretőm. És akkor így szépen folytatódik tovább. Tehát bizony, itt elindul egy út a halál felé. Jön a következő, de keresnek, valamit keresnek. Nagyon keresnek. Béla király idejében vagyunk, vagy második András király idejében. Sziklafalak tövébe kis kunyhókban laktak. Tehát sűrű, sötét erdőken átvezető ösvényeket kerestek, sziklafalak tövébe kis kunyhókban laktak. Na megint, kit érdekel? Főkolostor bejáratán. Sziklafalak tövébe. Na most, ha én megállok ma úgy Kesztölc térségében, és nézem a Pilisnek azt a vonulatát, aminek mondjuk az a neve, hogy fehér szirtek és öreg szirtek. Sziklamászó iskola ott szokott tréningezni, mert ilyen meredek a sziklafala. Tehát gyakorlatilag függőleges. Sziklafalak tövébe kunyhókat építettek, és most jön a lényeg, barlangok mélyét is jól fölkutatták. Mit kerestek ezek az atyák, ezek a férfiak a Pilis belsejében, a barlangok mélyében? Mi az, amit elő kellett valahogy találni, meg kellett találni, fel kellett fedezni? Hát itt egy kicsit rejtélyesebb nyelvezettel barlang belseje az mindig hegyek belsejét jelenti. Hegyek belsejét jól kikutatták. Mit keresnek? A pálos rend kit kereshet? Hát csak azt, akivel beszélni akarnak. Mert elérkezett a nagyba ideje. Ha nem mozgósítjuk Pált, ha álmából Pál nem ébred fel, az ország elbukik. És ismerünk ilyen mondai hagyományt, hogy magyar király hegybelsejében is alszik, és a végveszélyben fog felébredni, és kijön seregeivel.
Béla királyról, Szent Istvánról, Mátyás királyról. Értelmemon elmondják. Ez csak annak monda, Nem lehet ezen hozzátenni ténylegesen. De még egy kis segítség. A sumér hagyományban nagyon szeretünk idegen példákkal ékeskedni, ráadásul ez rokon nép, ez ténykérdés. Északról jönnek, hegyek közül, Szkítiából, folyamközi kultúrát alapítani. Egyszerűen nem, nincs visszaveszély. Valóban rokonok. És van egy híres királyuk, Gilgamesnek nevezik. Gilgamesnek a testvére meghal, Enkidu. Most hogyan akarja Gilgames Enkidút megtalálni, fölkeresni, feltámasztani? Hogyan jut el egy úton? Jön a tanácsadó, és mit mond? Keresd fel dicső ősödet. Kit kell fölkeresni? Királylistákon hallott róla, mert olyan régen élt a hajdankori ember, az első ember, a te ősöd, akit útnapistinnek neveznek. Ez útnapisten. Napisten útját jelenti. Szó szerint ezt jelenti. És mit csinál Gilgames? Utána megy. Saját őse után megy, de hogyan? Azért leírnak egy kozmikus útvonalat. Skorpió emberrel találkozik. Akit a skorpió csillagképet nem tudja a napút mentén azonosítani, az nem tudja azonosítani. Nem lehet mit mondani. Énkor mindig jó lenne valami frappáns dolgot mondani, de csak nagyon szemtelen dolgokat tudnék mondani, és inkább az ember úgy visszavesz egy levegőt, és a nagyon szép, elegáns dolgok sajnos nem jutott eszembe. De hogy hova kell menni, és mikor? Halott az ő testvére, aki testvérévé fogadott Enkidu. Humorból és magyarból az egyik halott. Erről van most szó. És el kell indulni. Kihal a túrul nemzetség. Hogyan tovább? A pilist valahogy működtetni kell. Mert ténylegesen ez a kérdés jelenik meg. És ekkor történik az, hogy elkezdik keresni a régi beavatási helyeket, régi temetkező helyeket. Ne ítélkezzünk, tehát ne mondjuk azt, hogy hát elfelejtették. Körülbelül 6000 éves távolságról van szó, minimum. Tehát nem arról van szó, hogy tegnap előtt meghalt valaki, és a sírhelyét meg kell találni. Árpádkor végén vagyunk. Az első szkíta uralkodót, és kik a legrégebbi népek? Ókorban verseny. Beszállt két nép. Az egyik az egyiptomi volt, másik a szkíta volt. Ki vitte el a pálmát? Szkíták vitték el a pálmát. Hérodotosz világosan leírja. Nem lehet mellé beszélni. Amikor ókorról van szó, ez tényleg olyan, mint egy mesterdalnokoknak a versenyzése. És népek szintjén eldől, hogy ki az első nép, ki a legrégebbi nép. Nem kérdés, hogy a szkíták. Ókorban. Akkor képzeljük el, hogy ez a pálosz milyen múltban jelent meg. És hol lehet ma a pilis belsejébe. És elkezdik keresni, élet-halál kérdésről van szó. Meg kell találni. Mert ahogy mondtam a bevezetőben, ezek olyan testek, hogyha az ember nagyot kiált, felébrednek. Hányszor és hányszor elmondja a mondai hagyomány azt, hogy a kispásztor gyerek betéved a hegy belsejébe, ott lát egy királyt, ez Szent István, vagy Hunyadi Mátyás, sereg veszi őt körbe, mindenki alszik, a gyerek elkezdi ébrezgetni a királyt, felemeli a fejét, és csak annyit mond. Még nem jött el az idő. Na de ekkor eljött az idő. Föl kell ébreszteni. Szkűtész első terméséből származó legkisebb királyt. Pálosz. Na de hogyan lehet fölébreszteni?
Hát bármilyen különös, ez csak rémülésre. Tehát meg kell találni a hegyet, meg kell találni a barlang bejáratát, meg kell találni a bejáratokat, meg kell találni a levezető utat, és valóban el tudjuk képzelni, hogy ezt hogy elrejtették. Ezt úgy elrejtették, hát pont azért rejtik el általában ezeket a sírokat, hogy csak azok tudják megtalálni, akik igazán nagy bajban vannak, és amikor elérkezett a megtalálásnak az ideje. Ez a kettő, ez mindig, minden jó esetben találkozik. Látjuk, hogy ez mind a mai napig működik, ez a különös védelmi rendszer. Elkezdik keresni, és végül viszik a hírt, megtalálták. Hova viszik a hírt? Esztergomba. Esztergomba ugyanis ekkor Özséb éppen a serdülő vagy fiatal éveit tapossa, magyar ifjúság nagy reménységű daliája, és ő lesz a pálos rend megalapítója. Na, itt megint ismételnem kell magam. Van egy kiváló egyháztörténész, teológus, vallástörténész, talán gyakorló pap Rómában végzett. Hú, a neve most nem fog eszembe jutni. Nem tudod. Passz. Mindegy, rengeteg könyvet írt. Ott nagyon sok könyvet magyar szerzetes rendekről, magyar szerzetességi életről. Most megjelent a pálos rendről egy kis, nem is kis, egy szép színes album, ott is a fő Török József. Török József egyháztörténész. Rómában végzett. Ő maga mondta el, a pálos renddel baj van. Mert ha mi komolyan vesszük, hogy a pálosok remeték, akkor meg kell nézni, hogy a remete középkori, ókori, sőt már kora keresztény időkben, őskeresztény időkben mit jelent? Kit nevezhetünk remetének? Remetének tébai remete Szentpált lehet nevezni. Elhagyja ifjú korában Tébát, elmegy a remetének, 60 évig nem lát ember. Ez a remete. Ezzel szemben a pálos ősök mit csinálnak? Barlangásznak, hegyet másznak, erdőket járnak, és közben bebe mennek Esztergomba, ahol beszélgetnek. Ezek nem remeték, és ezt nem én mondom. Ezt a mai hivatalos római katolikus egyház véleményét közlöm. Egy baj van, hogy tovább nem gondolja Török József ezt a megállapítást. Innentől kezdve mindent ki kell mondani. Ha ezek nem remeték a szó klasszikus értelmébe, kik voltak? És bemennek Esztergomba, és Özsébe tájékoztatják. Na most Özsébnek a neve rendkívül beszédes. Özséb nevét a görög-latin Eusebiusból szokták magyarázni. Azt jelenti, hogy Isten kedvelője. Ez nagyon szép, csak egy baj van, hogy soha a szövegekben ilyen kapcsolatrendszer Özséb neve közül nem mutatkozik meg. Viszont elmondják, hogy Özséb nem Isten kedvelője, hanem Isten embere. Mekkora a különbség? Kedvelni sok mindent lehet. Mákos tésztát is az ember kedveli. Tehát micsoda különbség van? Kiderül, hogy a magyar név a mértékadó. Özséb, ős alakja, ősből. Ősből honfoglaláskori fejedelmi név. Két tagja van. Az első az az ős, itt keresünk, az ős. A másik meg bő. Sok minden lehet bő az emberen, de itt az ősiség bősége jelenik meg. Amikor megjelenik az ősöknek a kiáradása. És ez Özséb nevének a végső lényege. Tehát nem véletlenül egy távoli őst kutat, Özséb, és meg is találja, neve hozza magával. Van egy másik változat, Özsébet az isteni szeretet csodálatos módon megsebesítette. Özséb. Seb. Úgy benne van a seb, hogy az csak nem.
nem kell Eusebiusból magyarázkodni. Szépen körbe rágják nekünk, hogy mi is ez az özsébi tulajdonságkör. És ha özséb nem szereti az őseit, mert itt ez a lényeg, a szeretetre óriási szükség van. Másképp nem lehet mozgósítani ezt a tartományt. Tehát özsébet tájékoztatják, hogy megvan, megtalálták. Megtalálták ezt a több ezer éves sírhelyet, és valóban az első szkíta királynak a fia ott fekszik. Olyan, minthogyha aludna. Na most mit kell ekkor tenni? Azt, amit özséb is tett. Magához vett 6 ember. Hányan vannak akkor? 7. És elmegy egy barlang mélyére, amely barlangnak a neve Hármas Barlang. Leszállnak a Hármas Barlang mélyére, és hosszú-hosszú időkig maradnak ott. A főkolostor, a Pilis Szentkereszti főkolostor valahol itt épül föl. A Hármas Barlang mellett, a forrás közelében, figyeljünk a megnevezésekre, felépül a rend főkolostora, Pilis Szentkereszti, a Szentkeresztről elnevezett főkolostor. Tehát van egy folyóvíz, a bejárat fölött látható szövegben az utolsó mondat, kis vizekből így lesz majd egyszer nagy folyamuk árja. Kis vizekből majd egyszer nagy folyam árja. Ezt indítja el a páros rend. Na most ez a folyam, ez nyilván életfolyam. De ha én folyamról beszélek, akkor annak van egy neve. Ural-altái nyelveken a nagy folyót, a folyamot, hogy nevezik? Attila. Etila. Gyakorlatilag Attilának. Tehát itt lehet érzékelni, hogy beindul egy folyamatosság. Pálosztól Attiláig megy a küldetés, és Attilától a második Attiláig. Ki volt második Attila? Hunyadi Mátyás. És miért pont második Attila Hunyadi Mátyás? Turul nemzetség minden királya gyakorlatilag Attila. De itt lehet érzékelni, hogy két pillér van. És a pálos rend hollója melyik hollóval szalad össze a végén? A Hunyadiak hollójával. Tehát elindul ez a hatalmas nagy, hogy úgy mondjam, keresés-kutatás, megtalálják a helyszínt, és a helyszínnek a neve Hármas Barlang. Most a Hármas Barlang egy külön kategória. Indo-európai logikával, hát itt Papp Gábor számtalan alkalommal dicsérni szokta ezt az észjárást, de tényleg kimutatható. Ugyanis, ha ma megkérdezzük azt egy művészet, nem inkább régésztől, mert régészek kutatták, keresték, és történészek a pálosok főkolostorát, hogy hol vélték megtalálni a Hármas Barlang közelében lévő kolostort? Hát megmondom. Van a Pilisi hegyvonulat oldalában, ez Klastron puszta fölött, 3 barlang. Az egyik neve Leány Barlang, a másik Legény Barlang, kicsit följebb a Bivak Barlang. A hegyek lábánál vannak romok, templomromok. Most milyen egyszerű? Van egy templomrom, fenn a hegycsúcson van 3 barlang, tehát az a Hármas Barlang. Na de ennek ez a neve. Hármas Barlang. Tehát hármas a neve. Nem 3 barlang van sorva. A Pilis tele van. 3 forrás völgye. Hány forrás van a 3 forrás völgyében? Rengeteg. Hármas kút. Hány kút van? Egy kút van. 3 nyárfa tető. Hány fa van ott? Egy van. 3 mező. Hány mező van ott? Egy se gyakorlatilag. Hány fia van a magyar királynak? 3.
ez gyakorlatilag egy energiának, egy tényleg egy szent háromsággal felérő energiaközpontnak a megnevezése. Mert hármasság van az egységben, mondja a hermetikus hagyomány, és egység van a háromságban. Hármasnak a Hermész a hanggal, aki megfelelő egyébként. A titkos tudás letéteményese. Hermetikusan elzár. Na ez a hármas barlangnak a lényege. Leszállnak a hármas barlangba, lemennek, és ott van Pálosz. És most jön a legérdekesebb dolog. Hogyan lehet őt fölébreszteni? Nyilván nem kezdik el rángatni. Nem kiáltanak nagyot a fülébe, mester ébredjen. Baj van a haza. Oda kell eljutni, ahol ő van. Tehát csak úgy lehet találkozni, hogy indul el Gilgames, dicső őséhez, útnapistinhez. Ember oda nem jutott el, figyelmeztetik. Nagyon nehéz oda eljutni. Hogyan jut el? Gyakorlatilag révülésben. Erre nincs jobb út, vagy nincs jobb magyarázat. És lemennek ők a hármas barlangni heten. És itt lehet érzékelni tényleg, mit jelent a pálos hagyományban a barátság, a vérszerződés és az egy testnek, a romlatlan testnek a misztériuma. Ez gyakorlatilag ott lent egy új vérszerződéssel ér föl. Heten mennek le. És azért mennek heten, mert egy embernek ezt az irdatlan utat nincsen ereje megtenni. Még akkor is, ha mesebeli táltos paripája van. Tehát eljut révülésbe az egyik egy darabig, megáll, és úgy, hogy a népmesébe a kiskondás, amikor megy fel, bevágja a baltát. Tehát mindig fokozatonként. És egyre szédítőbb ősmélységekbe és ős magasságokba szállnak és emelkednek. Ha csak egyikük visszazuhan, vége. Minden társuk akkor meghal. Tehát nem lehet hibázni. És ráadásul ez le van írva, ugyanis elmondják azt, hogy van egy terv, most szó szerint idézem Gyöngyösi Gergely munkáját. Özséb gondolatai között megjelenik egy terv. Tervről beszélnek. Megjelenik egy terv, és néhány előkelő ifjúnak szól, és ez megint kegyetlen tétel, mert a pálos rend korai időszakában csak főnemesi családok sarjai léphettek. Árpád korban csak törzsökös, magyar, nem kisnemesi, főnemesi család. Ne felejtsünk el valamit, most vérvonalon megyünk vissza. És a megváltás vér útján adódik. Hát a mi mocskos bűnünket mibe mossa ki Jézus Krisztus? Nem egy lavorvízbe, az ő tulajdon vérébe. A vér misztériuma sokkal több, mint gondolja. És azért van az, hogy a pálos rend indulásánál csak magyar, mert ez magyar rév. Attila király városába Árpádék milyen úton mennek? Dunai átkelőnek a neve magyar rév. Ez a neve. Csak magyar réven. Tehát ezen a révülési úton lehet haladni folyamatosan. És van egy terv. És próbálják Özséb szülei és a nemesi családok lebeszélni ezt a hét embert arról, hogy ne menjenek. Tehát külön hangsúlyozzák. Most az terv, hogy valaki elmegy tök magot enni egy kóstorba, menjen. Kit érdekel? Tehát itt megjelenik egy féltés. Esztergomba, a magyar királyi központ városaiba, ahonnan ezek a ifjak származnak, riadalom támad. Mindenki tudja. A tét az óriási, vállalni kell. Tényleg, csak ne az én fiam vállalja. Vannak más családok is. Tehát abban mindenki egyetért, hogy valamit tenni kell. De amikor kiderül, hogy ennek a hét családnak ez a hét gyermeke, akkor a családtagok mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ifjakat lebeszéljék.
nem vallást alapítanak, nem kolostor, egy barlangba szállnak alá. Az ember tényleg elképed. Mi ez a féltés? Mi ez a hatalmas terv? De ha tudom, hogy ez olyan révülés, hogy meg lehet halni, már pedig meg lehet halni. Sámánizmus is ismer ilyen utakat. Ezek a vízesésekkel jelzett révülési szakaszok. Tehát ezt tudjuk, hogy egy sámánt mondjuk Altájba, vagy Belső Ázsiába a rangját erejét vízesések számával rangsorolták. 6 vagy 7 vízesésről beszéltek, ezek energiazuhatagok. Ezek analógiák és hasonlatok. Na, de hogy milyen lehet egy gyors folyású folyónak az esése, mondjuk a tejúzzuhatakhoz képest. Ugyanis a révülés ott megy. És ha nincsen elég elegendő erő, visszafordulni már nem lehet. Mert ez egy rendszer. Tehát ha elfogy az erő, akkor ott ér utol a halál. És nincs menekvés, nem lehet visszatérni. Na most özsébék gyakorlatilag ilyen révülési úton indulnak el. És ha valaki kívülről látna őket, mit látna? Van egy barlang, barlang belsejében egy kőkoporsó, és a kőkoporsó mellett fekszik 7 ember, és a kőkoporsóban is fekszik valaki. És gyakorlatilag ez már a pálos beavatásnak a lényege, mert ez végig megmarad. Beszélnek egy kőkoporsóról, ez a tény. Hol van az a római katolikus vallás, ahol a, mondjuk egy ferences rend, vagy egy domonkos rend. Hogy a domonkos rendbe csak akkor lehet belépni, ha egy év után valaki belefekszik egy kőkoporsóba. Ez van a pálosoknál. Le van írva. És hol van ez a kőkoporsó? Nem a kolostorudvarban, hanem a barlangokban. Minden pálos templom mellett volt barlang, vagy mesterséges barlang. Ezek kőkemény, kegyetlen tételek. Ezért mondtam, hogy egy mai pálos rend egyszerűen beleszédülnek a távlatokba. Mit lehet ebből ma egy római katolikus liturgia alapján elfogadni? Mit lehet? Mit lehet? Gyakorlatilag semmi. Márpedig ezek tények? Tények. Ténylegesen tények. Ott vannak lent a barlangba, középen pálosz a kőkoporsóba alszik. Mit mond a mesébe a hős? Hú, de jót aludtam. És aludtál volna, a föl nem ébresztettelek volna, még a világ és még 2 nap. Elérik azt a mélységet vagy magasságot, ahol pálosz van. Vagyis pálon. Vagyis ki ő? Ő a pilisi királyi központ emberben megmutatkozó teste. Tehát amikor mi a felszínen járjuk a hegyeket, a völgyeket, akkor gyakorlatilag egy ember testén sétálunk. És milyen van ennek a rendszernek? Ezt már mondtam. Szíve. Egy élő, organikus rendszer. És az a neve, hogy dobogó kő. És mellette ott van az ikresedés, és van egy dobogó nevezetű hely is. Ha ebből nem lehet rá észrevenni, hogy itt valami él, kőkeményen él. És ha én lerajzolom mondjuk a Dunakanyar, tehát így jön a Duna. Ismerjük, hogy körülbelül itt van Esztergom, ez a Dunakanyarnak a nyugati kapuja. Visegrád a Dunakanyar keleti kapuja. És gyakorlatilag, hát itt meg lehet nézni a térképet, és valahogy van dobogó kő. Ránézek a térképre, mire nézek rá? Gyakorlatilag? Hát egy szívre. És ez az a víz. Ez az a víz. És hogyan nevezik ezt a középkorba? Országunk szíve. És van egy óriási nagy baj. A Pilisről a középkori oklevelek éppen a pálosok vonalán lehet látni, szigetről beszélnek. Inzula Pilis.
Pilis-sziget. Pilis-szigetén adományoz Béla király a Pálos rendnek vadászkastélyt. Pilis-szigetén adományoz Kun László egy Bende völgye nevezetű területet. Na most ez a szédületes, ugyanis ezek szerint a pilisi rendszert a Duna körbefolyta. És ha én nagy magasságról letekintek, Özséb révülésbe letekintett, ezt le is írják, ezt, akkor mit látok? Már nem lehet visszabeszélni, zárul ez az ág. Ha én Esztergomból kiindulva, szépen Keszthölc mellett elhaladva, Solymáron keresztül mondjuk Aquincum térségébe elérek, végig a régi Neder mellett jön a főút. De végig. Végig. Ez egy zárt rendszer volt. Gyakorlatilag. És ezt nyilvánvaló módon lehet, hogy már a törökök ezt az ágat kikapcsolták. Nagyon könnyű. Hát ez a vidék, mind nézzük meg a térképen, ez mind mocsár. Mocsárként van jelölve. Mélyföld. És komolyan mondom, a műút, Esztergomból vezető mai műút, amely Pestre bemegy, végig a régi Duna meder mellett jön. És az ember azon csodálkozik, hogy ezt nem lehet látni. Ilyen mély föld van. Na most ezért mondják azt, hogy Pilis sziget. És ennek a szív alakú szigetnek van egy központja, Dobogókő. És ugyanakkor van egy élő emberhez kötött neve is, és ez pedig a Pál. Ez az a Pálosz, vagy ez az a Pilis. És az a kérdés, hogy ő hogyan fog működni. Tehát itt most nem az a kérdés, hogy majd Pál felébred, és mond jó dolgokat, hanem ezt az élő emberi szervezet mintájára, és hát ha van, utaltam arra, hogy két pontot kapásból, mert a Pilis a fejtetőt jelenti, szív pedig dobóvészokot. Tehát a legfontosabb egy lelki vezérlés és egy szellemi vezérlés központja. Ezért pusztították el. Ezt elpusztították, a többi országrész az úgy levált magától, mint annak rendje. Tehát minden hódító hatalom tudja, hogy hova kell menni. Ez mondom, gondoljunk csak bele, hogy hova mentek a rómaiak, amikor Hannibált közömbösíteni akarták. Vagy a spanyolok mit pusztítottak el legelőször az Azték Birodalom területén? Mindig a főváros az első. Mindig a központ, az uralkodói központ. Majd mondani szokták, nem ilyen egyszerű a helyzet. Ugyanis ezt ők is tudták, mármint Özsébék. Pontosan tudták, hogy a középkori magyar királyságnak vége lesz. Egy kérdés, hogy ez a rendszer láthatatlan módon tovább fog-e működni. És bármilyen különös, tovább működik, megmaradt. Komolyan mondom. Tehát gyakorlatilag nem lehet kisakkozni, hogy ez miért pilisi vaderdő gazdaság. Miért turista központ. Meg tudta őrizni, hogy így mondjam, a függetlenségét. Ipart nem telepítettek be. Pedig szerettek volna. Nagymarosi gátat nem tudtak elépíteni. Pedig mindent megtettek. Mintha egy láthatatlan, teremtő energia, ahogy Csontvári mondaná, néha jelez, hogy ennyi. Tovább nem lehet jönni. És ha én megkérdezem azt, hogy hányan és hányan kutatják ma a Pilist, különböző képességű, felvértezettségű emberek, és találnak-e valamit? Manapság a Pilis járói közül mindenki valamiféle bejáratot akar találni. Hát döng mindenhol a talaj az ember lába alatt. Olyan érzése van, mintha tényleg egy tetőgerendben sétálgatna, akkor mink a vadálló köveken fölmegyünk. Hát így csinálok, az ember attól ijedezik, hogy ledől az a hatalmas sziklatorna, amelynek a tövébe toppantok. Annyira üreges. És nincs lejárat. Nincs bejárat,
és minden jel szerint nem is lesz. És miért? Mert él a rendszer. Ő dönti el. Felszínét lehet pusztítani, de be nem lehet menni. Mert ez a rendszer, ez egy következő kultúra gócpontja lesz. És az a kérdés, hogy mi ezt az örökséget eljátszottuk, vagy nem játszottuk el. Az emberiség csak innen tud megújulni. A Földön az élet csak innen tud megújulni. Na tehát lemegy Özséb és a többi ifjú, és utolérik Pálosz. Utolérik ott, azon a szinten, ahol ő van. És kiderül az, hogy mi a következő lépés. Kiderül, hogy meg lehetne őrizni a Pilis felszínét is. Tehát az, ami most mondjuk egy Dunakanyar térség fölötti hegyvidékre vonatkozik, ami egy dömösi rommezőre, Prékoshegyre, vadállókövekre, visegrádi rommezőre, és az összes ismert épületromra, tudnánk, hol volt Buda, hol volt Fehérvár. És hogy ez szertartás, és kötődik a nyelvhez, kötődik a névadáshoz, hol lesz a megoldás? Kell még egy pál. Mert van egy láthatatlan pál, ez az, amiről csak mi tudunk. És kell egy olyan pál, amiről tud a világ. Hát a világ akarja majdan elpusztítani, elfoglalni ezt a központot, és nem túlzás. A török sárkány és a német medve, két pogány köz. Azért világosan fogalmaztak a régiek. És hogy a pusztítás a céljuk, hát ők maguk bevallják. Nem a régiek, hanem a hódítók. Hogy a török itt mit pusztított, mit törölt, el nem tudjuk képzelni. De ami megmaradt, és nagyon sok maradt, dömösi prépostság kirobbantja föl. A Habsburg uralkodó robbantatja föl. Visegrádi fellegvár, ahol a Szent Koronát őrizték, kirobbantatja föl. A Habsburg uralkodó. És kérdezem én, hol vannak még Rákóczi Kolocai? Hol vannak még? Dömösi prépostságot fölrobbantani, levegőbe repíteni? És kiadja a Habsburg uralkodó 1702. február 24-én a rendeletet. Milyen nap? Február 24? Mátyás. Van humorérzékünk. Elrendeljük a magyarországi nagy jelentőségű várak megsemmisítését. Indok, logika. Mivel e régi nagy jelentőségű várak fenntartása költséges, és mi alattvalóink válláról ezt a terhet le akarjuk venni, így szerepel. Nem ismerős ez a szöveg? Ma is ugyanennek a hogy úgy mondjam, programnak a nevébe szédítenek bennünket. Most a magyarságot akkor sem kérdezték meg. És akkor képzeljük el azt a Habsburg Otto, vagy hogy hívják? Itt fáváskodik. Otto? Úgy kéne kizavarni az országból, hát legalább az ősei cselekedeteire mondja azt, hogy kérem, valóban hibáztunk. Családom nevébe ki lehet jelenteni. Tényleg, amit egyszer Papp Gábor mondja, hogy kiskörösen Petőfi szülő városan vízdoktorrá avatja. Hol élünk? Ezek ugyanolyan hétprób, a legnagyobb szabadkönyves szervezetnek ő az elnöke. Azért álljon már meg a menet. Atyáskodni, jópofáskodni 80 éves koromban majd én is tudok. Ha ilyen háttér van a hátamról. Na most Fehérvárat, hol koronáztak Fehérvárat? Kirobbantatja fel a török kulcsaladját, ők, Visegrádot kirobb, ahol őrzik a koronát. Gyakorlatilag ezzel ők a törvényes uralomnak a helyszíneit megsemmisítették. Legitim a hatalmuk? Nem. Ezért robbant ki a Rákóczi szabadságharc. Ezért.
a legnagyobb csaták Dömös, Esztergom és a régi Buda térségében folynak. Erről tudunk-e? Hányszor foglalják el a kurucok Esztergomot? Ott vannak a legnagyobb ütközetek. Na most levelik ezt a szabadságharcot is, lezárják a területet, és elindul a robbantgatás, de csak a felszínen. A mélyére hatolni nem lehet a dolognak. De ahogy mondtam, van egy óriási lehetőség, és ez tényleg lehetőség. Most az esélyét ők is tudják, hogy kicsi. Honnan tudják, hogy kicsi? Honnan lehet tudni, hogy nagyon kicsi az esély, mert Esztergomban van egy olyan terem, amit királyok termének neveznek. Királyok terme. Ez a maga idejében a leghíresebb terem volt. Vitéz János esztergomi érsek Mátyás király uralkodás alatt régi hagyományok alapján átépíti az esztergomi érseki palotát, létesít egy hatalmas nagy termet, de hangsúlyozom, előzményekről beszél a hagyomány. Minden magyar király föl van festve a falra. Heltai Gáspár magyar krónikáját el kell olvasni. Gyönyörű szépen beszámol erről. Na most Vitéz Jánost a maga idejében nemzette prófétájának nevezték, jövendőmondónak nevezték, Vátesznek nevezték. A tényeket alá lehet ezzel támasztani? Hogyne. Korának leghíresebb csillagásza és asztrológusa. Egy régió Montanus nevezetű csillagász, akinek házrendszerét nem az asztrológia, csillagászat ma is használja, nála tanul Esztergomba. Régio Montanus. Nekünk ezt fordítva szokták szépen beállítani. Hogy Vitéz János tanult tőle. Hát akkor fordítva lenne, akkor Vitéz János lenne el mondjuk oda, ahova Régio Montanus él. És megfesteti csillagászati alapon, tudományossággal a magyar királyok életű termet azonos képét. Az első magyar király, nem nehéz kitalálni, esztergomi érsekség, Nimród. Nem falusi plébánia, esztergomi érsekség. Nimród. Föl van festve, hát szépen jönnek a szittya elődök, budai királyok, és Hunyadi Mátyást is megfestik. Igen, ám de ekkor Hunyadi Mátyás hatalmának csúcspontján van, teljében van, gyakorlatilag nem tudjuk azt, hogy mi vár Magyarországra, és itt már Mátyást elég különös módon festik meg. Hogy ezt nem lehet tudni? Szerévi György a maga történetében leírja, hogy Mátyás királynak csillagjósok és jövendőmondók már kisgyermek korában megjósolták, hogy szörnyű kínok közepette fog az atyához menni. Így volt. 3 napig üvölt Bécsben, mint az oroszlán. Annyira szenved a fájdalomtól. Egy Mátyás. Az a Mátyás, akinek testét sebek borítják. Ő mondja a római pápának, hogy most érzem csak igazán öregkoromba, hogy a csatákban szerzett sebeim mennyire fájdalmasak. Az a Mátyás, akinek a havasalföldi hadjáratba egy nyilvesszőt lőttek a gerincébe. És a gerincébe a nyilvessző csúcsa 3 évig benne volt. Világos fájdalom. Hát ha egy ideg becsípődik, nyilvessző hegye csonként 3 évig benne van a gerincébe, arcizma nem rándul. Pokoli kínok, szenvedések közepette hal meg, vállalja. Ez a megváltó halál. Olyan szenvedést él át, ami gyakorlatilag mindannyiunk halálában egy megváltó erőre váltódik át. És fel van festve a falra. És jön a következő király. Mátyás még él, hát Vitéz János, nem is tudom pontosan, hogy de jóval Mátyás halála előtt hal meg, legalább 15 évvel, 10 évvel. És jön a következő király, fölfestve a falra.
Heltai Gáspár szépen leírja. Egy király alszik a trónon. Néha megszólal, az sem magyarul mondja, hogy mit mondok. És tényleg, hát Heltai már visszatekint, és mondja, és beteljesedett, amit az esztergomi érsek okulásul, tanulásul akart jelenteni a nemzetnek, mert ez a lényeg, a nemzetnek a jövendőt jelentette. Nem öncélú festegető, jövendőt jelenti a nemzetnek. Most ha a nemzet tudja, akkor tudja, hogy mit lehet, meddig lehet elmenni. Igen, rossz idők jönnek, megelőlegezem a Szilágyi Lompérti festett mennyezek kazettákról szóló előadás. A szószék mellett van két oroszlán. 1777-ben festik meg a programot. 120 festett mennyezet kazetta. Döbbenetes a képen. Elmegyünk a szószékre, tehát elmegy a lelkész. Rögtön mellette az első kazettám két oroszlán. Az oroszlánok színe vörös. Felirat. Ha valaki nem látott volna még oroszlánt, református templomban. Felírják. Így írják. Orosz. Mit csinál az orosz? A vörös oroszlán? Jön. Orosz jön. Palóc dialektusba azért eddig el kell jutni. Jön. Vörös oroszlánok. 1777-ben. Na még milyen feliratok vannak, nem kommentálom. De amikor 1849-ben jön az orosz, ezt ma lehet hallani. Megdermed az egész ország. Apokaliptikus félelem szállja meg az országot. Miért? Hát ezért. És hogy ez milyen pusztítást jelent, 45-ben derül ki. Még később időszakban. Tehát a nemzet tájékozódik. Hát aki nem mer játszani, engedelmet kérek, nem tudja kiírni, hogy oroszlán, nem tanították meg. Az első az, hogy orosz, nincs gondolatjel, elválasztójel. Ott van két vörös ronda nagy oroszlán. Vörös. Hát tényleg csak a csökött fantáziájú ember nem asszociál, hogy itt valaki jön. És hát nyilván nem a svédek fognak jönni, ha az van odaírva, hogy orosz. Nagy lóbetűkkel. Csak azért mondom, hogy érzékeik a nemzet nagyon sokáig, évszázadokra előre tudja a sorsát. 1777. De külön téma lesz ez a Szilágyi Lompérti rendszer. Olyan embereket jövendölnek meg felirattal, akik akkor még nem is kerülnek, hogy úgy mondjam, fénybe. De majd akkor. Esztergom. Tehát van egy Mátyás utáni uralkodó alszik a trónszéken, és mondja Heltai, hát sajnos beteljesedett. Mint az esztergomi érsek a nemzetnek jövendőlt és figyelmeztetett, Mátyás után tényleg jött egy olyan király, aki ami. És ez a félelmetes, hogy egy Zrínyi meg egy bátor, Zrínyi, egy malomköves kinizsi, és egy bátori miért verik le Korvin Jánost? Erre adjon valaki észszerű magyarázatot, Csontmezei ütközet. Ezek olyan félelmetes tények, hogy egyet lehet volna kinizsi hala hazaáruló. Megszegte hűséges hülyét, amit Mátyásnak tett? Megszegte. Élete utolsó éveit némán töltött el, esküszegés miatt? Némán töltött el. Tudta az ország, hogy bűnhődik? Tudta. De mégis, hogy úgy mondjam, az ország üttörténeti sorsát nem hagyta csorbítani. Egy Korvin János, azért gondolom, csak kitaláljuk, egy jogelló, jogölő. Ullászlónál mérhetetlenül többet tudott volna tenni. Miért van az, hogy bátori és kinizsi?
Mátyás, ha Bátoriról nem lehet elmondani, Kín is leghűségesebb embere. És leverjük, csontmezeljük, csontig megy ez a program. Nem lehet gatyázni. Miért? Mert jártak Esztergomba. Nem egy ifjú titán jön. Nem volt tehetségtelen Korvin János ugyanis. Annyira volt tehetséges, mint Túl László. Be kell hozni ezt a hülyét. Leül a trónszékre, alszik. Na de a Nádasdi mauzóleumban megörökítve ezek részmetszetek. Megvan örökítve Túl László, hogy ez milyen alvás. Ül szépen a trónon, mint egy bábú. És a trón alatt egy hatalmas nagy fenevad mancsa jelenik meg, és bújik ki. Egy medvének a mancsa. Tehát azért nem egy olyan bátortalan dolog, hogy hát dobzse. Gyakorlatilag a legkegyetlenebb erők indulnak el az urammal. Jön a következő, Esnin ifjú király, tűztenger kellős közepén. Előtte szakadék, mögötte szakadék, környezetébe mesztelen embereket nyárson sütnek. Fiatal a király. Ki ez? Előtte szakadék. Tűztenger. Nem lehet átmenni. Nem lehetetlen, de emberi számítások szerint nem lehetséges. Ki ez a király? Második Lajos. Na, és így becsüljük meg tényleg ezt a táncos gyereket. Hát ő jár Esztergomba, Bakócz Tamás esztergomi érsek keresztelének. Látja a nyomorult, hülye, idióta apját. Ráismer. A Mátyás után jön egy király, apám a király. És ott vagyok én, következőnek, fiatalon. Épp körülöttem a világ, semmi nem véd meg, és nem megy a csatamezőre. Na, ezek azok a félelmetes tények, amin érdemes elgondolkozni. És visszatérve a Pálus rendhez. Itt mutatkozik meg egy lehetőség két Lajos nevezetű királyunk között, hogy ez a rendszer látható fele is megmenthető. Mert van egy láthatatlan Pál, senki nem tudja. Tehát azt a Pált, akiről itt szó volt, gyakorlatilag Özsében és a többieken kívül, királyainkon kívül, senki nem látta. De kiderül, hogy a Pálos rendbe, ha tetszik, ha nem, még ezek után is két Pálról beszélnek, és mind a két Pálnak romlatlan a holtteste. Megtörtént esemény, még a Gyöngyösi Gergely művéhez írt irodalmi előszóban egy híres irodalomtörténész még le is írja, mint érdekes anekdótát. Milyen érdekes, amikor Ú. László felkeresi a Budaszentlőrinci Pálos kolostor, és Tébai Remete Szent Pál holttestét meg akarja nézni, kizavarják a templomból. A magyar király. Kiderül, hogy ő nem Tébai Remete Szent Pál holttestét akarta megnézni. Ezt a holttestet mindenki láthatta. Gyógyulások történtek a sírjánál, leginkább egyébként gyerekek gyógyultak. Zarándoklatokat szerveztek. Bemegy Ú. László a templomba, és azt mondja, Pál holttestét akarom látni, romlatlan holttestét. És mondja neki, azt hiszem Lóránt Házi István rendfőnök, hát de király, hát ott van. És Ú. László mondja, nem ezt a Pált akarom látni. És akkor nem tudják lebeszélni, hogy nincs több Pál, mert ő Pált akarja látni, nem a kirakatba, az üvegkoporsóba lévő Pált, akkor egy mód van rá. Szabályszerűen eltávolítják a templomból, mert ezt úgy mondanám, kirúgják. Tehát van egy láthatatlan Szent Pál, még a magyar király sem láthatja Ú. László esetében. És van egy látható, na de hogy kerül a látható ide? Kiderül ugyanis, hogy abban a nagy révülési sorozatban, ahol nyilván nem csak erről van szó,
De ennek egy, ma úgy mondanánk, hogy záradéka az, hogy Pál azt mondja, hogy megmenthető legalábbis emberi számítás szerint az a tudat, hogy majd az utódotok tudni fogják, hogy hol volt Buda, hogy hol volt Óbuda, hogy hol volt Fehérvár. El tudjuk képzelni, hogy Fehérvár milyen jelentőségű? Királyi, koronázó és temetkező hely. De ennek van egy módja. Ez egy szertartás. És így jön a másik Pál a képbe. Ez már idegenből jön, egy másik királyi temetkező helyről. Ekkor már az ő teste is olyan, mint a mumifikálódott vagy balzsamozott fáraóké. Ez tébai remete Szent Pál. És Nagy Lajos hozatja Magyarországra. Velencét körbezárja Nagy Lajos egy hadjáratba, földdel tehetné egyenlővé, bár megtette volna egyébként. De ez nem a magyar királyok szokása. Hát ha akkor volt mondjuk valuta alap, vagy Európai Unió, na az volt Velence, de a legsötétebb kiadásban. És hát megrökönyödnek hadtörténészek, hogy amikor tényleg elsöpörhetnék. Megkegyelmez a városnak, békét kötnek, és jön az újabb kérdés. Megőrült Nagy Lajos? A békének van egy ára. Valamit követel. Remete Szent Pál volt testét. Mert ekkor Velencében van, hogy milyen úton, módon utána lehet olvasni. Igen ám, de nincs helye. Csak törzse van, mert a fejet, amikor Bizáncba került, leválasztották, elválasztották a testtől. Fej ment Rómába, Rómából Karlstein Prága melletti várba került, német-római császár jóvoltából, a test pedig Bizáncból Velencébe került. Tehát külön szedték, mintha valamit nagyon tudtak volna. És akkor képzeljük el, hogy eljön az az idő, amikor Mátyás Magyarország királya, és ő cseh király, Csehországban van a fej. Egyesíthetné tébai remete Szent Pál fejét a testtel. De egyesíthetné? Ha itt tényleg működik a nyelvhez és szertartáshoz kötött szabályrendszer. Nagy Lajos hozta be a testet a Pilisbe. És szertartás. A szertartás pünkösd ünnepén van. Ekkor a fejed egy egész napos szertartás keretében egyesítik a testet. A magyar király, a magyar királynő, főurak és főpapok bezárkóznak, egy egész napot eltöltenek bent a zárt belső teremben, senki nem tudja, hogy mi történik, de úgy nevezik, úgy mondják, hogy egyesítették a fejet a testtel. Na most miért várnak pünkösdig? Milyen ünnep ez? Szentlélek kiáradásának ideje. Lelkesíteni valami. Ez a döbbenetes tény. És jön utána a megállapítás. Azért felteszem a kérdést, szerintünk sikerült vagy nem sikerült? Sajnos ez nem Nagy Lajos király volt. Ez egy második Lajos király volt. Lehetőség megvolt, ott van. Át lehet menni a tűztengere. Lehet? Hát lehet, de tulajdonképpen az esély az, az olyan, hogy isteni csoda avatkozhat közbe. De az isteni csoda megindulását elő lehetett volna segíteni. És kiderül, leírják a pálosok, maguk írják le, hogy sajnos, ezt azért finomabban fogalmazzák, de a tömör lényeget mondom, nem sikerült. És azért nem sikerült, mert a csehek a fejet megrongálták, a bőrét lenyúzták. Pís. Ez a lenyúzott rommező, a felszín. Szakállát kitépték, arcát elcsúfították. Tehát ez egy félelmetes, kegyetlen mágia.
És képzeljük el azt a pillanatot 1522 pünkösdjén, hogy látják, hogy minden erőfeszítés hiába való, és Brodarics István ezért írja a római pápának 1526-ban, valamikor júliusban. Magyarország megmentésére semmiféle reményt nem látok. Teljes magyar haderő jelen van. Európa leggazdagabb országa ekkor még Magyarország. Legnagyobb nemesként forgalmazó. Amerikát már turista utakon látogatják, de Eldorádónak nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mit neveznek. A Kárpát-medencét. Eldorádó. Akik mohácsi történelemmel foglalkoznak, leírják. Semmi jel a tragédiára. A jel az emberek magaviseletében van. Hihetetlen az, hogy egy gazdag ország magyar főnemessége, félelmetes haderője úgy viselkedik, mintha minden eldőlt volna. És Brodarics István írja a pápának, semmi reményt nem látok Magyarország megmentésére, egyedül Isten kegyelme tehet csodát, de ebben sem reménykedhetünk. Na most mit tudtak ezek? És itt nagyon kell figyelmeztetnünk, most nehogy elérzékenyüljünk. Fölösleges. Ezek igazi férfiak voltak. Ez az a szint, amikor valaki nagy magasságból veszi magának a bátorságot, és úgy, ahogy a népmeségben a királyfi, rongyos, koldus ruhájába mer öltözni. Ugyanis innentől kezdve a megváltás már csak álruhában történhet a Kárpát-medencében. Soha nem fogja senki felismerni. Korábbi időkben fölismerték. Hát Budát a kereszténység fővárosának tartották. Zrínyi Miklós írja. Ha máshogy történtek volna a dolgok, meg lenne Budánk, ha nem is az egész kereszténység fővárosa, mint régen, de legalább a mi szegény népünk fővárosa maradt volna. Amikor Hunyadi Mátyás levelet ír a pápának, azt mondja, hogy a kereszténység szíve itt van, a római pápának. Tehát azért a régi áldozat nem hasoncsúszás volt, partalanul. Ezek pompázatos, fénybe öltözött főurak voltak, nagyasszonyok voltak, és nemeshez illő módon tudták az áldozatukat meghozni. De van egy törés az emberiség történelmében, amikor gyakorlatilag minden régi őskultúra eltűnik. 1490 és 1526 között gyakorlatilag mi történik a Földön? Minden régi kultúra. Nem tudom, hogy értünk-e valamit. Eltűnnek az indián civilizációk. Aztékok, maják inkább hogy eltűnnek? Eltűnnek a belső ázsiai frontharcosok. Vannak még szkíta fejedelmségek. Hírük hangjuk nincs ebben az időben. Az utolsó nagy királyság Indiában, amit fehér húnok alapítottak, és ez is nagyon érdekes. Indiában ma létezik egy híres királyi kaszt. Ez a legmagasabb, ez egy ilyen Maharaja dinasztia. A legnemesebbek, a legelőkelőbbek, fehér húnok. Világos legyen. 1526-ban bukik el. Minden ország, minden régi nagy birodalom, nagy kultúra eltűnik. Viszont van egy nagy, hogy úgy mondjam, örömhír. Ha tetszik, ha nem ez a tény. Magyarország még mindig van. Tehát ezek ugyanolyan kultúrák voltak, nincsenek. Magyarország pedig van. És hát itt azt is kell mondani, hogy lesz is. Köszönöm szépen!
Itt a vége plusz egy bőre? Itt a vége plusz egy bőre? Itt a bőre? Mi? Jó. Jó, akkor köszönöm szépen, Lajos. Egy pillanat türelmeteket kérem. Ő akkor, tehát akik nem hallották és később jöttek, 27-én Jóska, november 10-én pedig Pap Gábor lesz. Tehát akkor legközelebb szerdán találkozunk.